Esdrás második könyve. Első fejezet. Esdrás próféta második könyve, aki a Serája fia, ki Azariás fia, ki Hilkiás fia, ki Sallum fia, ki Sádók fia, ki Ahitub fia, ki Ahája fia, ki Fineás fia, ki Éli fia, ki Amária fia, ki Azariás fia, ki Mérájót fia, ki Zerája fia, ki Uzzi fia, ki Bukki fia, ki Abisua fia, ki Fineás fia, ki Eleázár fia. Ki pedig a Lévi törzséből való Áronnak fia, aki fogságban volt a Médek országában, Artaxerxész, a perzsák királyának uralma idején. Jahua szava lett hozzám mondván, menj és hirdesd népemnek az ő gonosz tetteiket, és gyermekeiknek bűneiket, amelyeket ellenem követtek el, hogy elmondhassák gyermekeik gyermekeinek, hogy szüleik bűnei megnövekedtek bennük, mivel megfeledkeztek rólam, és idegen hatalmasságoknak ajánlottak áldozatokat. Nem én hoztam meg ki őket Egyiptom földjéről, a szolgaság házából. De ők felbosszantottak engem, és semmibe vették szándékaimat. Tépd ki hajadnak szálait fejedről, és vess rájuk minden gonoszságot, mivel nem tartották meg törvényemet. Lázongó népek ők. Meddig viseljem el még őket, akiknek annyi nagyszerű jótéteményt ajándékoztam? Az ő kedvükért sok királyt félreállítottam, lesújtottam a fáraóra és szolgálóira, és minden seregeire. Népeket töröltem el előttük, és két keleti tartományt, Tírus és Szidon népét elszélesztettem, levágtam ellenségeiket. De szólj hozzájuk, és mondjad, ezt mondja Jahua. Bizonnyal én hoztalak által a tengeren, és biztos országutakat készítettem nektek ott, ahol nem voltak ösvények sem. Nektek adtam Mózest vezetőül, és Áront papotokul. Fényt nyújtottam nektek a tűzoszlopból, és nagy csodákat tettem köztetek. Mégis megfeledkeztetek rólam, így szól Jahua. Ezt mondja a mindenható Jahua, a fűriek jelek voltak nektek. Táborhelyeket adtam nektek védelmetekre, és panaszkodtatok azokban. Nem örvendeztetek nevemben az ellenség pusztulásán, hanem a mai napig még mindig panaszkodtok. Hol vannak a javaim, melyekkel megajándékoztalak titeket? Amikor éheztetek és szomjaztatok a pusztában, nem hozzám kiáltottatok-e, mondván, miért hoztál bennünket ebbe a pusztaságba, hogy meghalljunk? Jobb lett volna nekünk az egyiptomiakat szolgálni, mint meghalni ebben a pusztaságban. Megszántalak sóhajtozásaidban, és mannát adtam nektek étekül. Az angyalok kenyerét ettétek. Amikor szomjaztatok, nem hasítottam így ketté a sziklát, hogy vízömöljön bőségesen. A hőségben fáknak leveleivel védelmeztelek. Termékeny földeket osztottam szét köztetek. Kiűztem a kánaánitákat, a perizeusokat és a filiszteusokat előttetek. Mit tehetnék még értetek? Mondja Jahua. Így szól a mindenható Jahua. Amikor a pusztában voltatok a keserű forrásnál, szomjasan és nevemet káromolva, nem küldtem rátok tüzet a káromlás miatt, hanem egy pálcát dobva a vízbe megédesítettem a patakot. Mit tegyek érted, ó Jákob? Nem engedelmeskedsz nekem, ó Júda! Más nemzetekhez fordulok majd, és adom nekik az én nevemet, hogy megtartsák rendeleteimet. Mivel elhagytál engem, én is elhagylak téged. Amikor kegyelmemért könyörögsz, nem fogok kegyelmet mutatni. Amikor hívsz, nem fogok figyelni rád. Mert vérrel mocskoltad be kezedet, és lábaid fürgék a gyilkolásra. Nem olyan ez, mintha engem hagytál volna cserben. Saját magadat hagytad cserben, mondja Jahua. Így szól a mindenható Jahua. Nem úgy bántam-e veled, ahogy az atya a fiával, vagy az anya a lányával, vagy a dajka a gyermekeivel? Hogy ti az én népem legyetek, és én legyek hatalmasságotok, és hogy fiaimmá legyetek, és én atyátok. Összegyűjtöttelek, ahogy a kotlós szárnya alá gyűjti ivadékait. És most mit cselekedjen veletek? Kitaszítalak jelenlétemből. Amikor áldozatot ajánlasz nekem, elfordítom arcomat tőled.
mert elvetettem ünnepeidet és újholdjaidat, és a test körülmetélését. Szolgáimat, a prófétákat küldtem hozzád, de megfogtátok, és levágtátok őket, és testüket darabokra szaggattátok. Az ő vérüket számon kérem rajtatok, mondja Jahua. Így szól a mindenható Jahua. Házatok elhagyatott, szétszorlak titeket, ahogy a szél elhordja a szalmát. És fiaitoknak nem lesznek gyermekei, mivel veletek együtt figyelmen kívül hagyták parancsolataimat, és azt tették, ami gonosz az én szemeim előtt. Eljövendő népeknek adom házatokat, akik hisznek majd bennem anélkül, hogy hallottak volna engem. Azok, akiknek nem mutattam semmilyen jelet, cselekszik majd rendeléseimet. Nem ismernek prófétákat, mégis visszaemlékeznek korábbi állapotukra. Hívlak, hogy lásd az eljövendő nép háláját, akiknek gyermekei nagy örömmel örvendeznek, habár nem látnak engem testi szemeikkel, mégis a szellem által hisznek majd az én szavaimnak. És most, atyám, tekints büszkén a keletről érkező népre. Vezetőjükül adom majd Ábrahámot, Izsákot és Jákobot, és Hóseást és Ámost és Mikást és Joált és Abdiást és Jónást, és Náhumot és Habakukot, és Sofóniást és Aggeust, Zakariást és Malakiást, aki Jahua követének is hívatik. Második fejezet. Így szól Jahua. Kihoztam ezt a népet a fogságból, és az én szolgáimon a prófétákon keresztül parancsolatokat adtam nekik, de ők nem hallgattak rám, és érvénytelenné tették rendeléseimet. Az anya, aki szülte őket, így szól hozzájuk. Eredjetek gyermekeim, mert özvegy vagyok, és elhagyatott. Felneveltelek örömmel, de gyászolva és fájdalommal elveszítettelek, mert vétkeztél Jahua Elohim előtt, és azt tetted, ami gonosz az én szemeim előtt. És most mit tehetnék érted, mivel özvegy vagyok és elhagyatott? Menjetek, gyermekeim, és kérjétek Jahuát, hogy kegyelmezzen nektek. Hívlak, atyám, hogy tanúskodja gyermekek anyja mellett, mert azok nem tartják meg szövetségemet, hogy szerez zűrzavart közöttük, és rontsd meg anyjukat, hogy ne legyenek utódai. Szórassanak szét a nemzetek között, legyen nevük beszennyezett a földön, mert megvetették szövetségemet. Üdvözlégy, Asszíria, aki elrejted az igazságtalanokat magadnál. Ó, gonosz nép, emlékezz, mit tettem Szodomával és Gomorrával, amelyeknek földje szurok rakások és hamuhalmok alá van temetve. Így teszek majd mindazokkal, akik nem hallgatnak rám, mondja mindenható Jahua. Így szól Jahua Esdráshoz. Mondd meg népemnek, hogy nekik adom Jeruzsálem királyságát, amelyet Izraelnek akartam adni. Sőt, visszaveszem magamhoz azok dicsőségét, és odaadom ezeknek a többieknek az örökkévaló lakhelyet, amelyet Izraelnek készítettem. Az élet fája fog illatozni nekik, és nem kell vesződniük, sem fáradozniuk. Kérj és adatik! Imádkozz, hogy napjait kevesek legyenek és megrövidítsenek. A királyság már elő van készítve számodra. Légy éber! Hívlak, ó menny és föld, tanúnak! Mert kívül hagyom a gonoszt, és jót teremtettem, mert élek én, így szól Jahua. Anya, öleld át fiaidat, neveld fel őket örömmel, ahogy a gerlék. Erősítsd meg lépteiket, mert kiválasztottalak, így szól Jahua. És felkeltem a holtakat helyükről, és kihozom őket sírjaikból, mert felismerem nevemet bennük. Ne félj, gyermekek anyja, mert kiválasztottalak, így szól Jahua. Segítséget küldök majd neked, szolgáimat, Ézsaiást és Jeremiást. Az ő tanácsuk szerint felszenteltem és előkészítettem neked 12 fát, melyek különféle gyümölcsöktől roskadoznak. És ugyanennyi forrást, melyek tejet és mézet árasztanak, és 7 hatalmas hegyet, amelyeken rózsák és liliomok nyílnak. Ezek által örömmel töltöm el gyermekeidet. Vigyázd az özvegyek jogait, biztosíts igazságosságot az apátalanoknak, adj a szükséget szenvedőknek, védd meg az árvát, ruházd fel a mezítelent. Ápold a sebesültet és a gyengét, ne gúnyold a bénát, óvd a csonkákat és láttasd meg a vakokkal az én ragyogásomat.
Védelmezd az öreget és az ifjút falaidon belül. Ha halottat találsz, tedd sírba és jelöld meg, és első helyet adok neked feltámadásomban. Állj meg és légy csöndben, én népen, mert nyugalmad el fog jönni. Jó dajka, táplált fiaidat, és erősíts meg lábaikat. Az én szolgáim közül, akiket neked adtam, egy sem fog elpusztulni, mivel kikérem őket a te sokaságod közül. Ne aggodalmaskodj, mert amikor eljön a megpróbáltatás és gyötrelem napja, mások sírnak majd és szomorkodnak, de te örvendezel és bővelkedsz majd. A népek irigyelnek téged, de nem tudnak majd semmit tenni ellened. Így szól Jahua. Kezeim betakarnak majd téged, hogy fiaid ne jussanak a gehennára. Örvendez, ó anya, a fiaiddal, mert én megszabadítalak, így szól Jahua. Emlékezz fiaidra, akik alusznak, mert én kihozom őket földi rejtek helyeikről, és megkegyelmezek nekik, mert én irgalmas vagyok, így szól a mindenható Jahua. Öleld át gyermekeidet, amíg eljövök, és kegyelmet hirdetek nekik, mert forrásaim túlcsordulnak, és az én kegyelmem nem hiúsul meg. Én, Esdrás, azt az utasítást kaptam Jahuától a Hóreb hegyén, hogy menjek Izraelhez. Amikor közéjük jöttem, ők elutasítottak engem, és megtagadták Jahua parancsolatait. Ezért ezt mondom néked, ó nemzet, amely hall és ért. Várjod a te pásztorodat, ő örökkévaló nyugalmat ad majd néked, mert ő, aki az idők végén eljön, közel van. Légy kész a királyság jutalmaira, mert örökös fényesség fog világítani rájuk mindörökké. Menekülj ennek a kornak az árnyékából, részesülj a te dicsőségednek örömében, nyíltan felhívom a megmentőt tanúnak. Fogadd el, amit Jahua rád bízott, és légy vidám, hálákat adva neki, aki elhívott a mennyei királyságokba. Kelj fel és állj talpra, és lásd meg Jahua ünnepnapját, és azoknak nagy számát, akik ellettek pecsételve. Azok, akik eltávoztak ennek a kornak az árnyékából, dicsőséges öltözéket kaptak Jahuától. Jöjj tisztába magaddal, ó Sion, és állítsd össze a te népednek listáját, akik fehérbe vannak öltözve, akik betöltötték Jahua törvényét. Gyermekeid száma, akiket vágytál immár teljes, könyörög Jahua erejéért, hogy a te néped, akik a kezdetektől elhívottak voltak, megszentelődjenek. Én, Esdrás, a Sion hegyén nagy tömeget láttam, amelyet nem számlálhattam meg, és mind énekkel imádták Jahuát. Volt közöttük egy hatalmas termetű ifjú, magasabb mindenkinél, és mindegyikük fejére koronát helyezett, de ő magasabb rangú volt náluk, és lenyűgözve álltam ott. Aztán kérdeztem az angyalt, kik ezek, Adonai? Ő válaszolt mondván, ezek azok, akik letették a halandó öltözetet és felöltözték a halhatatlant, és megvallották Elohim nevét, most megkoronáztatnak, és pálmaágakat kapnak. Akkor így szóltam az angyalhoz, ki az az ifjú, aki koronákat tesz a fejükre és pálmaágakat a kezükbe? Ő válaszolt mondván, ő Elohim fia, akiről tanúságot tettek a világban. Így hát dicsérni kezdtem azokat, akik bátran megálltak Jahua nevéért. Akkor az angyal így szólt hozzám. Menj, mondd el népemnek, mi hatalmasak és számtalanok Jahua Elohim csodái, amelyeket láttál. 3. fejezet. A mi városunk lerombolását követő 30. évben én, Szalatiél, akit Esdrásnak is hívnak, Babilonban voltam. Nyugtalanság vett rajtam erőt, ahogy ágyamban feküdtem, és gondolataim felbugyogtak szívemben, mert láttam Sion elhagyatottságát és a jólétét azoknak, akik Babilonban éltek. Szellemem erősen zaklatott volt, és aggodalmas szavakkal kezdtem szólni a magasságoshoz mondván. Ó, legfőbb Adonai, nem te szóltál-e a kezdetkor, mikor megalkottad a földet segítség nélkül, és parancsoltál a pornak, és lett Ádám, mint élettelen test? Mégis a te kezed munkája volt, és te lehelted belé az élet lehelletét, és a te jelenlétedben lett élővé. És vezetted őt a kertbe, amelyet a te jobbod ültetett, mielőtt a föld megjelent.
és egyetlen parancsolatot adtál elé, de ő megszegte azt, és te azonnal halálra jelölted ki őt és leszármazottait. Népek és nemzetek származtak belőle, emberek és családok számolatlanul. És minden nemzet a saját akarata szerint járt. És istentelen dolgokat cselekedtek előtted, és megvetettek téged, és te nem gátoltad őket. Azonban a maga idejében özönvizet hoztál a világ lakosaira, és elpusztítottad őket. És ugyanaz volt a sorsuk, ahogy a halál érte Ádámot, úgy érte őket a vízözön. De meghagyták közülük egyet, Noét és háza népét, és mind az igazakat, akik tőle származtak. Akkor azok, akik a földön lakoztak, elkezdtek sokasodni, gyermekeket és népeket és sok nemzetet hoztak létre, és megint csak még istentelenebbek voltak, mint őseik. És amikor gonoszságot cselekedtek előtted, kiválasztottad egyiküket magadnak, akinek neve Ábrahám volt, és szeretted őt, és csak neki felfedted az idők végének dolgát titokban, éjszaka. Örökké tartó szövetséget kötöttél vele, és megígérted, hogy sosem hagyod el leszármazottait, és adtad néki Izsákot, és Izsáknak adtad Jákobot és Ézsaut. És elválasztottad Jákobot magadnak, de Ézsaut elutasítottad, és Jákob nagyon megsokasodott. És amikor kivezetted leszármazottait Egyiptomból, elvitted őket a Sínái hegyéhez, meghajlítottad az egeket, és megráztad a földet, és megmozgattad a világot, és a mélységek megremegtek, és az időket összezavartad. És a te dicsőséged áthaladt a tűz, a földrengés, a szél és a jég négy kapuján, hogy átadja a törvényt Jákob leszármazottainak, és a te parancsolataidat Izrael utódainak. Azonban nem vetted el tőlük gonosz szívüket, azért, hogy törvényed gyümölcsöt teremhessen bennük. Mivel az első Ádám megterhelve egy gonosz szívvel bűnt követett el, és legyőzetett, ugyanígy voltak mind, akik az ő utódai. Így azután a betegség állandósult. A törvény és a gonoszság gyökere együtt volt jelen az emberek szívében, de a jó eltávozott, és maradt a gonosz. Az idő múlt, és az évek teltek, és te felemeltél magadnak egy szolgát, akinek neve Dávid. És parancsoltad, hogy építsen egy várost a te nevednek, és helyet az áldozatok bemutatására. Ez sokáig így zajlott, de a város lakosai áthágták a törvényt, mindenben úgy cselekedve, ahogy Ádám és az ő összes leszármazottai tettek, mert nekik is gonosz volt a szívük. Ezért a te ellenségeid kezébe adtad a város. Ezután így szóltam szívemben. Vajon Babilon lakosainak tettei jobbak? Ezért szerezhetett hatalmat Sion felett? Mert amikor ide érkeztem, istentelen tetteket láttam számolatlanul, és sok bűnöst látott lelkem ez alatt a 30 év alatt. És megfélemlettem szívemben, mert láttam, hogy te elviseled azokat, akik vétkeznek, és megkíméled azokat, akik gonoszan cselekesznek, de elpusztítottad népedet, és megőrizted ellenségeidet, és nem mutattad meg senkinek, hogyan lehetne felfogni a te útjaidat. Vajon Babilon tettei jobbak-e a Sionénál? Vagy megismerte téged más nép Izraelen kívül? Vagy mely törzs hitt a te szövetségedben, ahogy a Jákob törzse? Mégis az ő jutalmuk nem jött el, és vajudásuk nem hozott gyümölcsöt. Mert én sokfelé utaztam a nemzetek között, és láttam, hogy jólétben vannak és bővelkednek, pedig megfeledkeznek a te parancsolataidról. Ezért most tedd mérlegre gonoszságainkat, és azokét is, akik a földnek lakosai. És így kiderül majd, melyik irányba lendül a mérleg nyelve. Mikor volt olyan, hogy a föld lakosai ne vétkeztek volna előtted? Vagy melyik nemzet tartotta meg parancsolataidat? Lehet, hogy találsz néhány egyedülálló embert, akik megtartották parancsolataidat, de nemzeteket nem fogsz találni. Negyedik fejezet. Ezután az angyal, aki hozzám küldetett, akinek neve Uriel, válaszolt és mondta nekem. A te gondolkodásod teljesen félreérti ezt a világot, és azt hiszed, megértheted a magasságos útjait.
Akkor ezt mondtam, igen, Adonai. És ő válaszolt nekem, azért küldtek, hogy megmutassak neked három utat, és hogy eléd adjak három kérdést. Ha egyet megfejtesz közülük, én is megmutatom azt az utat, amit látni kívánsz, és megtanítalak, miért gonosz a szív. És mondtam, beszélj, Adonai, és így szólt. Menj, mérd meg nekem a tűz súlyát, vagy mérd meg a szelek mennyiségét, vagy hozd vissza az elmúlt napokat. Én válaszoltam mondván, kicsoda tudná ezeket megtenni, amiket kérsz tőlem. És ő ezt mondta. Ha azt kérdeztem volna tőled, hány lakhely van a tenger szívében, vagy hány patak folyik a mélység forrásából, vagy hány folyam árad az égbolt fölött, vagy hol van a pokol kijárata, vagy melyik a paradicsom bejárata, talán így válaszoltál volna. Sosem jártam a mélységekben, sem a pokolban még nem voltam, sem a mennyben nem emelkedtem még fel. De én csak a tűzről, a szélről és a napokról kérdeztelek, olyan dolgokról, melyeket ismersz, és amelyek nélkül nem is élhetnél, mégsem adtál feleletet róluk. És ezt mondta, nem érted azokat a dolgokat sem, amelyek között felnőttél. Hogyan foghatnál fel elméd a magasságos útjait? És olyas valaki, akit már megrontott ez a romlott világ, hogyan érthetné meg a romlatlanságot? Amikor ezt hallottam, arcomra estem, és mondtam neki, jobb volna nekünk, ha nem is volnánk itt, mint hogy itt élünk istentelenségben, és szenvedünk, és nem értjük miért. És válaszolt nekem mondván, jártam egy erdőben, és a fák egy tervet készítettek, és mondták, jöjj, engedj járni minket, és háborúzunk a tengerrel, hogy visszahúzódjon előttünk, és mi még több erdőt alapíthassunk. És ugyanígy a tenger hullámai is tervet készítettek, és mondták, jöjj, engedj felkelni minket, hogy legyőzzük a szárazföld erdőit, és még több területet szerezzünk magunknak. De az erdő terve hiába valóság volt, mert jött a tűz és felemésztette. Ugyanígy a tenger hullámainak terve is, mert a homok erősen ellenállt, és megállította azokat. Ha most te bíró volnál közöttük, melyiknek adnál igazat, és melyiket ítélnéd el? Én válaszoltam mondván, mindkettő ostoba tervet eszelt ki, mert a föld az erdőnek van fenntartva, és a tenger az ő helyére van helyezve, hogy ott hordozza hullámait. Válaszolt nekem és mondta, helyesen ítéltél, de miért nem teszel így a saját ügyedben is? Mert ahogyan a föld az erdőé és a hullámok a tengeré, úgy a földnek lakosai csak azt érthetik, ami a földön van, és aki odafönt a mennyben van, az értheti azt, ami a mennyek magasságában van. Mivel én nem a magasság dolgairól tudakozódom, hanem a mindennap tapasztalt dolgaink felől, miért lett Izrael átadva a pogányoknak szégyen szemre, miért lett szeretett néped istentelen törzseknek adva, és apáink törvénye erőtlenné lett, és az írott szövetség nem létezik többé, és miért távozunk a világból úgy, mint a sáskák, és életünk olyan akár a köd, és nem vagyunk kegyelemre méltóak. Mit fog tenni ő az ő nevéért, amelyről hívatunk? Ezekről a dolgokról kérdeztelek. Válaszolt nekem is mondta, ha élsz, még látni fogod, és ha sokáig élsz, gyakran csodálkozol majd, mert a korszak sebesen rohan a vég felé. Mert ez a kor nem fogja tudni meghozni a megígért dolgokat az igazaknak a kitűzött időben, mert ez a korszak telve van szomorúsággal és erőtlenséggel. Mert a gonosz, amelyről kérdeztél, már el van vetve, de az aratás még hátra van. Azért azt, amit elvetettek, nem aratják le, és ha a hely, ahová a gonoszt elvetették, nem tűnik el, akkor nem jön el annak a mezőnek az ideje, ahol a jó lett elvetve. Mert a gonoszság magvának egy szeme el lett vetve Ádám szívében a kezdetektől, és mi sok istentelenséget okozott mostanáig, és fog még okozni ezután, amíg eljön a cséplés ideje. Gondold el tehát, mennyi istentelen gyümölcsöt hozott egy szemernyi gonosz mag. Amikor pedig számolatlanul vettetik majd nagy csomó mag, milyen hatalmas szérüskertet töltenek majd meg. Ezután válaszoltam és mondtam. Mennyi idő még és mikor lesznek meg ezek a dolgok? Miért olyan rövidek és gonoszak a mi éveink? Válaszolt nekem és mondta.
ne siettesd jobban, mint a magasságos, mert a te sürgetésed saját magadért van, de a magasságos sokak miatt sietteti az időt. Nem kérdezősködnek-e az igazak lelkei az ő kamráikban ezekről a dolgokról mondván, mennyi ideig kell még itt maradnunk, és mikor jön el a mi jutalmunk aratása? És Jeremiél az arkangyal válaszolt nekik, és mondta, amikor a hozzátok hasonlók száma betelik, mert ő lemérte mérlegen a korszakot, és megmérte az időket mérőrúddal, és megszámlálta az időket számuk szerint, és nem fogja kimozdítani vagy felkelteni őket, amíg az a mérték betelik. Ezután válaszoltam és mondtam. Ó, legfelsőbb Adonai, mindannyian telve vagyunk istentelenséggel, és talán mi miattunk van késleltetve az igazak cséplésének ideje, a föld lakosainak bűnei miatt. Válaszolt nekem és mondta, menj és kérdezd meg egy asszonyt, aki gyermekkel viselős, hogy vissza tudnál tartani méhében a gyermeket, ha egyszer letelik az ő 9 hónapja. És mondtam, nem, Adonai, nem tudná. És ő mondta nekem, a Hádesban a lelkek kamrái olyanok, mint az anyamé. Mert ahogy a vajudó asszony igyekszik, hogy mielőbb megszabaduljon a szülési fájdalmaktól, épp úgy ezek a helyek is sietnek visszaadni mindazt, amik nekik adattak a kezdetektől. Azután a dolgok, amelyeket látni vágysz, feltárulnak neked. Én válaszoltam és mondtam, ha kedves vagyok szemeid előtt, és ha lehetséges, és ha érdemes vagyok rá, mutasd meg nekem ezt is. Hogy több idő van-e hátra, mint amennyi elmúlt, vagy számunkra a nagyobb rész már eltelt. Mert ismerem azt, ami elmúlt, de azt nem tudom, mi következik. És mondta, állj a jobb oldalamra, és megmutatom neked egy példázat értelmét. Így hát mellé álltam és figyeltem, és megpillantottam egy lángoló kemencét előttem, és amikor a lángok kialudtak, oda tekintettem és láttam, hogy füst maradt utánuk. És ezek után egy vízzel teli felhő jött elém, és lezúdult a heves és viharos eső, és amikor a zivatar elvonult, esőcseppek maradtak utána a felhőben. És mondta, jól figyeld meg ezt, mert ahogy az eső több, mint a cseppek, és a tűz hatalmasabb, mint a füst, úgy az elmúlt idők is sokkal nagyobbak voltak, de a cseppek és a füst megmaradt. Akkor imádkoztam és szóltam. Gondolod, hogy én megérem azokat a napokat? Vagy kicsoda lesz életben azokban a napokban? Ő válaszolt nekem és mondta, a jeleket illetően, amikről kérdeztél engem, részben válaszoltam. De nem azért küldettem, hogy az életedről beszéljek neked, mert azt nem ismerem. 5. fejezet. Most pedig, ami a jeleket illeti. Vigyázz, közelednek a napok, amikor a föld lakosai nagy rettegés lesz úrrá, és az igazság útja elrejtetik, és a föld hit nélkül való lesz. És az igazságtalanság megnövekedik, még annál is jobban, ahogyan most látod, és jobban, mint amiről valaha hallottál. És az ország, amit most uralkodni látsz, puszta és néptelen lesz, és az emberek elhagyatottnak találják. De ha a magasságos életben tart, láthatod majd, ahogy zűrzavarba taszítják a 3. korszak után, és a nap hirtelen felragyog majd éjszaka, a hold pedig nappal. Vér fog csöpögni a fákból, és a kövek megszólalnak, az emberek megzavarodnak, és a csillagok lehullanak. És olyas valaki fog uralkodni, akitől ezt nem várnák a föld lakosai, és a madarak együtt repülnek el messzire. És a szodomai tenger halakat vet ki magából, és egy valaki, akit sokan nem ismernek, hallatja majd hangját éjszaka, és mindenki hallja majd a hangját. Káosz lesz sok helyen, és gyakran törnek ki tűzvészek, és a vadállatok elhagyják odúikat, és havibajos asszonyok szörnyeket szülnek majd. És sós víz keveredik az édes vizekbe, és a barátok egymással hadakoznak, akkor az értelem elrejti önmagát, és a bölcsesség visszavonul kamráiba. És sokan keresik majd, de nem találják, és az igazságtalanság és féktelenség megnövekszik a földön. És az egyik ország kérdezi a szomszédját, járt-e igazságosság,
vagy bárki, aki igaz módon cselekszik te nálad. És az válaszol majd, nem. És abban az időben az emberek remélnek majd, de nem elégítetnek meg. Munkálkodnak majd, de tevékenységeik nem lesznek sikeresek. Ezek azok a jelek, melyeket engedélyem van elmondani neked. És ha ismét imádkozol és könyörögsz, ahogyan most, és böjtölsz 7 napig, ezeknél nagyobb dolgokat is hallhatsz majd. Ezután felébredtem, és testem erősen reszketett, és lelkem annyira zaklatott volt, hogy elájult. De az angyal, aki beszélt velem, megfogott, megerősített és talpra állított. Azután a második éjszakán Fáltiél, az emberek egyik vezetője jött hozzám és szólt, hol voltál, és miért szomorú az arcod? Avagy nem tudod-e, hogy rád bízatott Izrael az ő számüzetése földjén? Kelj fel azért, és egyél némi kenyeret, hogy nehogy elhagy bennünket, mint egy pásztor, aki magára hagyja a nyájat kegyetlen farkasok prédájául. Akkor így szóltam, hagyd magamra, és ne gyere hozzám 7 napig, azután újra gyere ide. Ő megértette, amit mondtam, és magamra hagyott. Így tehát böjtöltem 7 napig, gyászoltam és könyörögtem, ahogy Uriel az angyal tanácsolta. És 7 nap után az én szívem gondolatai ismét nagyon szomorúak voltak. Azután a lelkem visszakapta a megértés szellemét, és újra beszélni kezdtem a magasságos jelenlétében. És mondtam, ó legfelsőbb Adonai, a föld minden erdejéből és az összes fák közül te kiválasztottál egy szőlőtőkét, és a világ minden földje közül kiválasztottál magadnak egy vidéket, és a világ minden virága közül kiválasztottál magadnak egy liliomot, és a tenger összes mélységeiből egy folyót árasztottál magadnak, és minden városok közül, melyek valaha épültek, a magadénak szenteltett Siont. És minden teremtett madár közül egy galambot magadénak neveztél, és minden létrehozott nyáj közül gondoskodtál a magad számára egy bárányról. És a rengeteg ember közül magadénak vettél egy nemzetet, és ennek a népnek, akiket szerettél, adtad a te törvényedet, amelyet mindenek helyeselnek. És most, ó Adonai, miért adtad át az egyetlent a sokaságnak, és szégyenítetted meg az egyetlen gyökeret a többi között, és szórtad szét a te egyetlenedet a sokaság közé? És azok, akik ellenkeztek ígéreteiddel, eltaposták azokat, akik hittek a te szövetségedben. Ha valóban meggyűlölted a te népedet, a te saját kezedtől kellene büntetést szenvedniük. Amikor ezeket elmondtam, hozzám küldetett az angyal, aki előző éjjel velem volt, és így szólt hozzám. Hallgass rám, és én majd tanítalak téged. Figyelj rám, és új dolgokat mondok neked. És szóltam, beszélj, Adonai. És ő mondta nekem, nagyon nyugtalan az elméd Izrael miatt. Avagy jobban szereted-e azt, mint a teremtője? És mondtam, nem, Adonai, csak a szomorúságom miatt beszélek így, mivel a szívem halálán van minden órában, amíg próbálom megérteni a magasságos útjait, és kikutatni ítéletének részleteit. És ő mondta nekem, nem fogod tudni. És mondtam, miért nem, Adonai? Minek születtem hát? Vagy miért nem lett az én anyámnak méha a sírom is, hogy ne kelljen látnom Jákob szenvedését és Izrael népének kimerültségét? Mondta nekem, számláld meg nekem mindazokat, akik még nem jöttek el, és gyűjtsd össze a szertefoszlott esőcseppeket, és tedd, hogy az elhervadt virágok újra kinyíljanak. Nyisd meg nekem a lezárt kamrákat, és hozd elő az azokban bezárt szeleket, vagy mutasd meg a hang képét, és akkor majd elmagyarázom neked azt a szenvedést, amelyet szeretnél megérteni. És én szóltam, ó legfelsőbb Adonai, kicsoda tudhatná ezeket a dolgokat, ha nem ő, aki nem emberek között lakozik. Ami engem illet, én bölcsesség nélkül vagyok. Hogyan beszélhetnék azokról a dolgokról, amit kérdeztél tőlem? Ő mondta nekem, ahogy nem tudod megtenni az említett dolgokat, épp úgy nem tárhatod fel ítéletemet, vagy a szeretet célját, amelyet megígértem az én népemnek. És szóltam, mégis várj, ó Adonai, te valóban gondjaidba veszed azokat, akik a vég idején élnek, de mit tegyenek azok, akik előttünk éltek? Vagy mi, vagy azok, akik utánunk jönnek. Ő mondta nekem, ítéletemet egy körforgáshoz hasonlítanám,
Ahogy nincs lassúság az utolsóknak, úgy nincs sietség az elsőknek. Akkor válaszoltam és mondtam, nem teremthetted volna meg egyszerre mindazokat, akik voltak, akik vannak és akik lesznek, hogy hamarabb elvégezhessd ítéletedet? Ő válaszolta nekem és mondta, a teremtés nem siethet jobban, mint a teremtő, és a világ sem bírná le egyszerre mindazokat, akik teremtettek benne. És mondtam, hogy lehet akkor, hogy egyszer már teremtettél egy időben mindeneket? Ha tehát minden teremtmény egyszerre élt, és a teremtés fenntartotta őket, talán most is képes lenne ellátni mindannyiunkat egyszerre. Ő mondta nekem, kérdezd meg egy anya méhét szólván, ha 10 gyermeket szülsz, miért szülöd egyiket a másik után? Mondd azért neki, hogy hordozza mind a 10-et egy időben. Szóltam, ez persze nem lehetséges. Egyszerre csak egyet lehet a maga idejében. Ő mondta nekem, mégis adtam én a föld méhét azoknak, akik időről időre belevettetnek. Mert ahogy egy gyermek nem szülhet, és ahogy egy asszony megöregszik és többet nem adhat életet, épp így szerveztem meg a világot, amelyet alkottam. Akkor kérdeztem és mondtam, mivel megadtad nekem a lehetőséget, engedd, hogy szóljak előtted. Ez a mi atyánk, akiről szóltál nékem, fiatal még? Vagy már kezdi elérni az öregséget? Ő válaszolt, kérdezz egy asszonyt, aki gyermekeket szül, és ő majd elmondja neked. Mondd neki, miért mások azok, akiket mostanában szültél, mint azok, akiket azelőtt, miért kisebb termetűek? És ő válaszol majd neked. Azok, akik az ifjúság erejéből születtek, különböznek azoktól, akik az időskor ideje alatt születtek, amikor az anyamé meggyengül. Ezért vedd eszedbe azt is, hogy te és a kortársaid kisebb termetőek vagytok az előttetek élteknél. És azok, akik utánatok jönnek, kisebbek lesznek nálatok, mivel olyan teremtéstől születnek, amely már öregszik és elveszíti az ifjúság erejét. És mondtam, ó Adonai, könyörgök neked, ha kedvet találtam előtted, mutasd meg a te szolgádnak, kiken keresztül fogod meglátogatni a te teremtésedet. 6. fejezet. És ő mondta nekem, a föld körforgásának kezdetén, mielőtt a világ kapui helyükre kerültek volna, és mielőtt az összegyűjtött szelek fújtak volna, és mielőtt a mennydörgés robaja hallatszott volna, és mielőtt a villámlás fényei világítottak volna, és mielőtt a paradicsom alapjait lerakták volna, és mielőtt a gyönyörű virágok láthatóak lettek, és mielőtt a mozgás erői létrejöttek, és mielőtt az angyalok számolatlan seregei összegyűltek, és mielőtt a levegőég magasságai felemeltettek, és mielőtt az égboltozat mértékei nevet kaptak, és mielőtt Sion zsámolya megalapítatott, és mielőtt a mostani évek kiszámoltattak, és mielőtt a jelenlegi bűnösök elképzelései elidegenedést szültek, és mielőtt elpecsételtettek azok, akik a hit kincseit gyűjtögették, akkor már elterveztem ezeket a dolgokat, és általam lettek meg, nem más által, ahogy a vég is általam jön majd el, és nem más által. És válaszoltam szólván, mi fogja az időket külön választani? Vagy mikor jön el az első korszak vége és a következő korszak kezdete? Ő mondta nekem, Ábrahámtól Izsákig, mert őtőle született Jákob és Ézsau, mivel Jákob keze Ézsau sarkába kapaszkodott a kezdetektől. Mert Ézsau a vége ennek a korszaknak, és Jákob a kezdete a következőnek. Mert az ember kezdete az ő keze, és a vége az ő sarka. A sarok és a kéz között ne keres semmi mást, Esdrás. Válaszoltam és mondtam. Ó legfelsőbb Adonai, ha kedvet találtam előtted, mutasd meg a te szolgádnak a jelek végét, amelyeket mutattál nekem előző éjjel. Ő válaszolt és mondta nekem. Állj lábaidra és hallani fogsz egy erős, messze hangzó hangot. És hogyha a föld, amelyen állsz, erősen megremeg, mi alatt a hang beszél, nem rémülj meg. Mert a szózat a végidőről szól, és a föld alapjai érteni fogják, hogy a beszéd érinti őket. Remegnek és rázkódnak majd, mert tudják, hogy az ő végüknek meg kell lennie. Amikor ezt hallottam, lábamra álltam és figyeltem.
És egyszer egy hang szólt, és hangja olyan volt, mint sok vizeknek zaja. És így szólt. Vigyázz, mert a napok közelednek, és amikor eljövök, hogy meglátogassam a föld lakosait, és mikor megkövetelem majd a gonoszság cselekvőitől az ő gonoszságok büntetését, és mikor teljes lesz Sion megalázása, és amikor rákerül majd a pecsét erre a korszakra, amely elmúlóban van, akkor ezeket a jeleket mutatom majd. Az égbolt előtt könyveket nyitnak meg, és mindenek együtt láthatják azokat. Egyéves csecsemők szólnak és beszélnek majd, és a várandós asszonyok idő előtt adnak életet gyermekeiknek, 3 és 4 hónapra, és ezek élnek és táncolnak majd. Bevetett területek pusztává válnak hirtelen, és teli raktárak váratlanul üresen találtatnak. És hangosan szól majd a trombita, és amikor mindenek hallják, hirtelen megrémülnek majd. Abban az időben barát a baráttal harcol, mint ellenséggel, és a föld és annak lakosai megfélemlenek. És a kutak forrásai megállnak, és 3 órán át nem folynak majd. És úgy lesz, hogy aki csak megmarad mindazok után, amiket előre megmondtam, ő maga megmenekül, és látja majd megváltásomat az én világom végén. És látják majd az embereket, akik felvitettek, akik születésüktől fogva nem ízlelték a halált, és a föld lakosainak szíve megváltozik majd, és másmilyen szellemmé változik. Mert a gonosz kitöröltetik, és az álnokság kioltatik. Virágzik majd a hűségesség, és a romlottság legyőzetik. És az igazság, amely oly sokáig gyümölcstelen volt, megnyilatkozik. Amíg beszélt hozzám, észrevettem, hogy a hely, ahol álltam, apránként elkezdett előre-hátra rázkódni. És mondta nekem, ezen az estén ennyit mutattam neked. Ha azért újra imádkozol és böjtölsz, megint 7 napig ismét kijelentek majd neked ezeknél nagyobb dolgokat is. Mert a te hangod meghallgattatott a magasságos előtt. Mert a mindenható látta a te becsületességedet és észrevette tisztaságodat, amelyet ifjúságod óta megőriztél. Ezért küldött engem hozzád, hogy megmutassam mindezeket neked, és hogy azt mondjam, higgy és ne félj. Ne légy készséges, fölösleges gondolatokkal foglalkozni az elmúlt időket illetően. Nehogy elhamarkodottan ítélj az utolsó időket illetően. Ezután ismét zokogtam és böjtöltem 7 napig, ahogy korábban, azért, hogy teljesítsem a 3 hetet, ahogy megmondatott. És a 8. éjszakán a szívem a bensőmben ismét nyugtalan volt, és beszélni kezdtem a magasságos jelenlétében. Mivel a szellemem nagyon feltámadt bennem, és a lelkem aggodalmas volt, így szóltam. Ó Adonai, te szóltál a teremtés kezdetén, és az első napon mondtad, legyen a menny és a föld megalkotva. És a te ígéd véghez vitte a munkát. És ezután a szellem lebegett, és sötétség és csend borított mindent. Az ember hangja még nem volt jelen. Azután parancsoltad, hogy egy fénysugár hozassék elő a te kincstáradból, hogy láthatóvá legyen a te alkotásod. És újra a 2. napon megteremtetted az égbolt szellemét, és parancsoltad, hogy válassza ketté a vizeket, hogy egyik részük felfelé menjen, másik részük maradjon odalent. A 3. napon parancsoltad a vizeknek, hogy gyűjjenek egybe a föld 7. táján. 6 részt szárazzá tettél, és megőrizted, hogy némelyiket teleültessék és megműveljék, és azok szolgáljanak előtted. Mert a te igéd kijött, és a munka egyszerre elvégeztetett. Mert hirtelen gyümölcsök teremtek végtelen bőségben, és különféle ízűek voltak, és virágok utánozhatatlan színekben, és illatok kimondhatatlan illatokkal. Ezek a 3. napon lettek alkotva. A 4. napon parancsoltál a nap fényességének, és a hold fényének, és a csillagok rendjeinek, hogy jöjjenek létre. És parancsoltad nekik, hogy szolgálják az embert, akit majd megformálsz. Az 5. napon parancsoltad a 7. vidéknek, ahol a vizek összegyűltek, hogy hozzon élő teremtményeket, madarakat és halakat. És úgy történt. A néma és élettelen vizek élő teremtményeket hoztak, ahogy a parancs szólt, hogy a nemzetek hirdessék a te csodálatos munkádat. Azután életben tartották 2 teremtményt, az egyiknek nevét nevezted Behemótnak, és a másiknak neve Leviatán. És elválasztottad őket egymástól, mert a 7. vidék, ahol a vizek összegyűltek, nem bírta megtartani mindkettőt.
és adtad Behemótnak az egyik szárazföldet, mely a harmadik napon jött létre, hogy azon éljen, ahol ezrével vannak hegyek. De a Leviatánnak a hetedik vidéket, a vizek részét adtad, és megtartottad őket, hogy azok is akkor egyék majd meg őket, amikor te akarod. A hatodik napon parancsoltad a földnek, hogy hozzon barmokat és vadakat és csúszómászó állatokat. És ezek fölé helyezted Ádámot, mint uralkodót minden munkádon, amit készítettél. És őtőle származunk mi mindannyian, a nép, akit te kiválasztottál. Mindezeket azért mondtam el előtted, ó Adonai, mert azt mondtad, mi vagyunk azok, akiknek teremtetted a földet. A többi nemzetekről pedig, akik szintén Ádámtól származnak, azt mondtad, hogy semmik azok, és olyanok, mint a köpet, és az ő sokaságukat egy csepphez hasonlítottad a vödörben. És most, ó Adonai, lásd, ezek a nemzetek, melyek semminek neveztetnek, uralkodnak felettünk és pusztítanak bennünket. És mi a te néped, akit a te elsőszülöttednek hívtál egyetlenednek, érted buzgóknak és legdrágábbnak, mi az ő kezeikbe adattunk. Ha a világ valóban számunkra lett teremtve, miért nem birtokoljuk azt úgy, mint örökségünket? Meddig lesz ez még így? Hetedik fejezet. Amikor befejeztem a szavak szólását, az angyal, aki előző este elküldetett hozzám, ismét eljött, és mondta nekem: kelj fel, Esdrás, és hallgasd a szavakat, amelyeket elbeszélni jöttem. Mondtam: beszélj, Adonai. És ő mondta: van egy tenger, amely nagy szélességű, tágas és hatalmas, de bejárata egy keskeny résznél van, amely olyan akár egy folyó. Ha tehát bárki el akarja érni a tengert, hogy lássa vagy hajózzon rajta, hogyan juthatna a tágas részre anélkül, hogy keresztül menne a keskeny részen? Másik példa. Van egy város, amely síkságon épült, és telve van minden jó dologgal, de a bejárata szűk és egy meredek helyen található, ahol tűz van jobb kéz felől, és mély vizek a bal oldalon. És egyetlen ösvény vezet csak át köztük, vagyis a tűz és a víz között, így egyszerre csak egy ember mehet azon. Ha most ez a város örökségül adatik egy embernek, hogyan fog az örökös hozzájutni örökségéhez, anélkül, hogy átmenne a veszélyek között, melyek előtte állnak? És mondtam: sehogy, Adonai. És ő mondta nekem: így van ez Izrael osztály részével is. Mert én kedvükért alkottam a világot, és amikor Ádám áthágta rendeletemet, ítélet alá került, ami teremtetett. És így ennek a világnak a bejáratai szűkek és bánattal teliek és fáradtságosak. Kevés van belőle, és gonosz az, telve veszéllyel és sok viszontagsággal. De a nagyszerű világ bejáratai szélesek és biztonságosak, és igazán megtermik a halhatatlanság gyümölcsét. Ezért, ha csak az élők keresztül nem mennek a nehézségek és hiába valóságok megtapasztalásán, soha nem kaphatják meg azokat a dolgokat, amelyek elő vannak készítve számukra. És most miért vagy zaklatott, látván, hogy pusztulás a sorsod? És miért vagy megrendülve, látva, hogy halandó vagy? És miért nem azon töröd a fejed, ami eljövendő, ahelyett, ami jelen való? Akkor válaszoltam és mondtam: ó legfelsőbb Adonai, lásd, te elrendelted a te törvényedben, hogy az igazak öröklik ezeket a dolgokat, és az istentelenek elpusztulnak. Ezért az igazak elviselnek nehéz körülményeket is, miközben jobb időkben reménykednek, de azok, akik gonoszul cselekednek, megszenvedik a nehézségeket, és nem fognak jobb időket látni. És mondta nekem: nem vagy te jobb bíró, mint Elohim, vagy bölcsebb a magasságosnál. Hadd pusztuljon el a sok mostani élők közül. Inkább, mint hogy Elohim törvényét, mely elébük adatot, semmibe vegyék. Mert Elohim szigorúan megparancsolta azoknak, akik a világba jöttek, amikor jöttek, hogy mit tegyenek azért, hogy életük legyen, és mire figyeljenek, hogy elkerüljék a büntetést. Azonban ők nem voltak engedelmesek és ellene szóltak. Hiába való dolgokat eszeltek ki maguknak, és gonosz csalásokat tűztek ki célul maguknak. Még azt is kijelentették, hogy a magasságos nem létezik, és figyelmen kívül hagyták útjait.
megvetették az ő törvényét és megtagadták szövetségét. Hűtlenek voltak rendeléseihez, és nem vitték véghez az ő munkáját. Ezért Esdrás az üres dolgok az üreseké, és a teli dolgok a teljeseké. Mert lásd, eljön az idő, amikor a jelek, amelyeket előre megmondtam neked, megtörténnek, és a város, amely most nem látható, megjelenik majd, és a föld, amely most el van rejtve, feltárul majd. És mindazok, akik megszabadítattak a bajból, amelyeket előre megmondtam, látják majd az én csodáimat. Mert az én fiam, a messiás megjelenik az övéivel, és akik megmaradnak, 400 évig örvendeznek majd. És ezután az én fiam, a messiás meghal majd, és mindazok, akikben emberi lélegzet van, és a világon visszaállítatik az eredeti csendesség 7 napig, ahogy az első kezdetkor volt, és senki sem marad meg. És a 7 nap után a világ, amely még nincs ébren, felköltetik, és ami megromolhat, elpusztul majd. És a föld kiadja majd azokat, akik benne alszanak, és a por is azokat, akik csendesen nyugszanak benne. És a kamrák kiadják a lelkeket, amelyeket rájuk bíztak. És a magasságos megjelenik majd az ítélőszékben, és a könyörület eltávozik, és a türelem visszavonul. És csak az ítélet marad, az igazság megáll, és a hűségesség megerősödik. És kárpótlás következik majd, és a jutalom szemmel láthatóan megnyilvánul. Az igazságos cselekedetek felébrednek, és az igaztalan tettek sem alszanak majd. Akkor megjelenik a kínok szakadéka, és szemben vele lesz a nyugalom helye, és a pokol kemencéje megnyittatik, és szemben vele az öröm paradicsoma. Akkor a magasságos így szól a nemzetekhez, amelyek feltámasztattak a halálból. Nézzetek ide és lássátok, kit tagadtatok meg, kit nem szolgáltatok, kinek a parancsolatait vettétek semmibe. Nézzetek erre az oldalra és a másikra. Így gyönyörűség és nyugalom van, ott pedig tűz és kínok. Így beszél majd hozzájuk az ítélet napján, amelynek nem lesz napja, sem holdja, sem csillagai, sem felhő, sem mennydörgés, sem villám, sem szél, sem víz, sem levegő, sem sötétség, vagy este, vagy reggel, sem nyár, sem tavasz, vagy hőség, sem tél, vagy fagy, és hideg, és zúzmara, sem eső, sem pára, sem dél, vagy éjjel, sem hajnal, vagy ragyogás, vagy fényesség, vagy fény, hanem csak a magasságos dicsőségének ragyogása, amelynél mindenek megláthatják, mi lett elkészítve számukra. Mert nagyjából egy évhétig fog ez tartani. Ez az ítéletem és annak előírt rendje, és egyedül neked mutattam meg ezeket. Válaszoltam és mondtam, ó legfelsőbb Adonai, eddig is ezt mondtam, és most is ezt mondom. Áldottak, akik életben vannak, és megtartják a te parancsolataidat. De mi lesz azokkal, akikért imádkoztam? Mert kicsoda nem vétkezett az élők közül, és kicsoda nem szegte meg szövetségedet az emberek közül. És most azt látom, hogy az eljövendő világ gyönyörűséget fog hozni egy kevésnek, de sokaknak kínokat. Mert gonosz szív növekedett fel bennünk, amely elidegenített minket Elohimtől, és romlásba vitt minket, és a halál útjára vezetett bennünket, és a kárhozat ösvényét hozta elénk, és messzire eltávolított bennünket az élettől, és nem csak néhányunkat, hanem majdnem mindeneket, akik csak teremtettek. Ő válaszolt és mondta, figyelj rám, Esdrás, és én tanítalak téged, és figyelmeztetlek ismét, mert ezokból a magasságos nem egy, hanem 2 világot teremtett. Mert te azt mondod, hogy az igazak nincsenek sokan, hanem kevesen, még az istentelenek hemzsegnek. Halld hát a magyarázatát ennek a dolognak. Ha csak egy kevés értékes köved van, közéjük keversz-e olmot és agyagot? Mondtam, Adonai, hogy tenném? És mondta nekem, nem csak ennyi, hanem kérdezd a földet, és ő elmondja. Hallgass rá, és ő kijelenti neked. Mondd neki, te aranyat és ezüstöt és rezet készítesz, és vasat, olmot és agyagot is. De az ezüst gyakoribb az aranynál,
és a réz az ezüstnél, a vas a réznél, az ólom a vasnál, és az agyag az ólomnál. Ítéld meg tehát, mely dolog értékesebb és kívánatosabb, azok-e, amelyek gyakoriak, vagy azok, amelyek ritkák. Mondtam, ó legfelsőbb Adonai, amiből bőven van az értéktelenebb, és ami ritka, az sokkal drágább. Ő válaszolt és mondta, fontold meg magadban ezt a gondolatot, mivel valóban, akinek nehezen szerzett dolga van, az jobban örvendezik, mint aki olyat birtokol, ami bőségesen kapható. Épp így lesz az ítélet is, amelyet megígértem, mert örvendezni fogok a kevesek fölött, akik megmentetnek, mert ők azok, akik által most uralkodik dicsőségem, és rajtuk keresztül megdicsőítetik az én nevem. És nem fogok gyászolni azon sokaság miatt, akik elpusztulnak, mert ők most már olyanok, mint a köd, és hasonlatosak a lánghoz és a füsthöz. Felgyújtatnak és elégnek, és eltöröltetnek. Én válaszoltam és mondtam, ó föld, mit is hoztál létre? Ha a lélek is porból készült, úgy, ahogy a többi teremtett dolog. Mert jobb lett volna, ha maga a por meg sem születik, hogy így a lélek se formálódhasson meg belőle. De most a lélek velünk együtt növekszik, és így amiatt gyötrődünk, hogy elpusztulunk, és ezt tudjuk is. Hadd siránkozzon hát az emberi nemzetség, de a mezők magjai örvendjenek, panaszkodjék minden megszületett, de a négylábú vadak és a nyájak örvendezzenek. Mert jobb soruk van nekik, mint nekünk, mert őket nem várja ítélet, és nem tudnak semmi büntetésről vagy megváltásról sem, amely az ő haláluk utánra ígértetett volna. Mert mi jó származik abból nekünk, ha megtartatunk életben, de kegyetlenül kínosztatunk. Mert mindenek, akik megszülettek, részt vesznek a gonoszságokban, és bűnökkel teljesek, és rakva vannak vétkekkel. És hogyha nem kellene ítélet elé járulnunk halálunk után, az talán jobb volna nekünk. Ő válaszolt és mondta, amikor a magasságos megalkotta a világot és Ádámot és mindazokat, akik tőle származtak, legerőször az ítéletet készítette elő, és azokat a dolgokat, melyek az ítélethez tartoznak. És most próbáld megérteni a saját szavaid által, hiszen te mondtad, hogy a lélek együtt növekszik velünk, mert ezokból kell a föld lakosainak kínosztatniuk, mivel ha bár volt ismeretük, mégis bűnöket követtek el, és ha bár megkapták a parancsolatokat, nem tartották meg azokat, és ha bár birtokukban volt a törvény, hűtlenül bántak azzal, amit kaptak. Mit kell tehát mondaniuk majd az ítéletkor, avagy hogyan válaszolnak majd az utolsó időkben? Mert igen hosszú ideig volt a magasságos türelemmel a föld lakosai iránt, és nem az ő kedvükért, hanem az idők miatt, amelyeket előre elrendelt. Válaszoltam és mondtam, ha kedvet találtam előtted, ó Adonai, mutasd meg ezt is a te szolgádnak. Vajon halálunk után azt követően, hogy kileheljük lelkünket, nyugalomban tartatunk-e, amíg eljön a teremtés megújulásának ideje, vagy azonnal kínosztatni fogunk? Ő válaszolt és mondta, megmutatom neked ezt is, de ne társítsd magadat azokkal, akik megvetést hintettek, se ne számláld magad azok közé, akik kínosztatnak. Mert neked kincsed van munkáidból a magasságos előtt, de ez nem lesz megmutatva neked a legutolsó időkig. Most, ami a halált illeti, így szól a tanítás. Amikor a döntő rendelet kijön a magasságostól, hogy egy ember meghalljon, a szellem elhagyja a testet, hogy visszatérjen ahhoz, aki adta, és először is imádja a magasságos dicsőségét. És ha ez egy azok közül, akik megvetést mutattak, és nem őrizték meg a magasságos útját, és akik semmibe vették törvényét, és gyűlölték azokat, akik félik Elohimet, az ilyen szellemek nem léphetnek be a lakóhelyre, hanem azonnal elmennek gyötrelmek közepette, örökké gyászolva és szomorúan, hét módon. Az első mód, mert megvetették a magasságos törvényét. A második mód, mert nem tudnak bűnbánatot gyakorolni, hogy élhessenek. A harmadik mód, hogy látni fogják majd a jutalmat, ami azoknak lett előkészítve, akik bíztak a magasságos szövetségében. A negyedik mód, hogy át kell gondolják a gyötrelmet, amelyet saját maguknak okoztak az utolsó napokban.
Az ötödik mód, hogy látniuk kell, ahogyan angyalok őrzik a többiek lakhelyét mélységes csendben. A hatodik mód, hogy látniuk kell, ahogy némelyikük belezuhan a kínokba. A hetedik mód rosszabb, mint az összes előzőleg említett, mert teljesen el kell pusztulniuk nagy zűrzavarban és felemésztődniük gyalázatban, és elsorvadniuk nagy félelemmel, amikor látják majd a magasságos dicsőségét, aki előtt vétkeztek életük során, és aki előtt megítéltetnek az utolsó időkben. Ez pedig a rendeltetése azoknak, akik megőrizték a magasságos útjait, amikor elválasztódnak halandó testüktől. Az alatt az idő alatt, amíg abban éltek, szorgalmasan szolgálták a magasságost, és ellene álltak a veszélyeknek minden órában, hogy tökéletesen megőrizzék a törvényadó törvényét. Ezért ez a róluk szóló tanítás. Először is látni fogják nagy örömmel annak a dicsőségét, aki magához veszi őket, és hét módon fognak megpihenni. Első rendben, mert nagy erőfeszítéssel igyekeztek legyőzni a gonosz gondolkodást, ami bennük volt, nehogy eltérítse őket az életből, a halálba. Másodszor, mert látják a tanácstalanságot, amelyben az istentelenek lelkei tévelyegnek, és látják a büntetést, amely azokra vár. Harmadszor látják a tanúságtételt, amelyet az, aki formálta őket, tud róluk, hogy életük során megtartották a törvényt, amely bizalommal adatott nekik. Negyedszer megtapasztalják a nyugalmat, amelyet mostantól élvezhetnek, összegyűlnek kamráikban, és angyalok őrzik nyugalmukat teljes csendben, és a dicsőséget, amely az utolsó napokban vár rájuk. Ötödször örvendeznek, hogy megmenekültek minden romlandó dologtól, és öröklik majd az eljövendőket, és emellett látják a nehézségeket és gürcölést, amelyekből immár megszabadítottak, és a végtelen szabadságot, amelyet megkapnak és élvezhetnek a halhatatlanságban. Hatodszor megmutatják nekik, hogyan fog arcuk fényleni akár a nap, és hogyan válnak majd olyanokká, mint a csillagok fénye, és romolhatatlanná válnak attól fogva. Hetedszer, és ez nagyszerű, mint az összes előbb felsoroltak, örvendeznek majd nagy bátorsággal, és bizonyosságuk lesz megtévesztések nélkül, és boldogok lesznek félelem nélkül, mert sietnek, hogy meglássák annak arcát, akit életükben szolgáltak, és akitől megkapják majd jutalmukat, amikor megdicsőítetnek. Ez az igazak lelkeinek sorsa, ahogyan előre megmondatott, és az előbbi kínok válnak azokra, akik nem szívlelik meg ezeket. Válaszoltam és mondtam, lesz tehát idő hagyva a lelkeknek, miután elválasztatnak a testektől, hogy lássák mindezt, amit leírtál nekem. Ő így szólt, szabadságuk lesz 7 napig, hogy ez alatt a 7 nap alatt láthassák azokat, amelyeket neked elmondtam. És ezután összegyűjtik őket a saját lakozóhelyükre. Válaszoltam és mondtam, ha kedvet találtam előtted, mutasd meg a te szolgádnak, hogy lesz tovább, vajon az ítélet napján az igazak körbejárhatnak-e majd az istentelenekért, vagy esedezhetnek-e a magasságoshoz értük. Atyák a fiakért, fiak a szülőkért, testvér a testvérért, családtagok a rokonokért, vagy barátok a nekik kedvesekért. Válaszolt nekem és mondta, mivel kedves vagy előttem, ezt is megmutatom néked. Az ítélet napja meghatározó, és mindeneknek megnyilatkoztatja az igazság pecsétjét. Ahogyan az apa most sem küldi fiát, sem a fiú az apját, sem a gazda a szolgát, sem a barát a barátot, hogy betegeskedjék, vagy aludjon, vagy egyen, vagy gyógyuljon ő helyette. Épp így nem fog senki más valakiért imádkozni azon a napon, sem másra nem terheli a saját dolgát, mivel akkor mindenki a saját igazságosságát, vagy igaztalanságát viseli majd. Válaszoltam és mondtam, akkor hogyan lehet, hogy azt találjuk, hogy előbb Ábrahám imádkozott Szodoma lakóért, később Mózes a mi atyáinkért, akik vétkeztek a pusztában, és ő utána Józsué és Izraelért Akán napjaiban, és Sámuel a Saul napjaiban, és Dávid a dökhalál miatt, és Salamon a szentélyben levőkért, és Éliás azokért, akik az esőt kapták, és azért, aki halott volt, hogy élhessen, és Ezékiás is az emberekért, Szanhérib idejében.
és sokan mások is imádkoztak sokakért. Ha tehát most, amikor a romlottság megnövekedett, és az igazságtalanság megsokasodott, az igazak mégis imádkoznak az istentelenekért, miért nem lesz majd így akkor is? Válaszolt nekem és mondta. Ez a jelenlegi világ még nem a végső. Nem lakozik benne a teljes dicsőség. Ezért akik erősek voltak, imádkoztak a gyengékért. De az ítélet napja ennek a korszaknak a végét jelenti majd, és az eljövendő halhatatlan korszak kezdetét, amelyben nem lesz romlottság. A bűnös élvezeteknek vége szakad, a hitetlenség kivágatik és megnövekedik az igazságosság, és megnyilatkozik az igazság. Ezért akkor majd senki sem fog tudni megkönyörülni azon, aki kárhozatra elítéltetett az ítéletben, vagy ártani annak, aki győzedelmes. Válaszoltam és mondtam. Ennyit mondok csak, hogy jobb lett volna, ha a föld meg sem alkotja Ádámot, vagy pedig ha már megalkotta, visszatartotta volna a bűnök elkövetésétől. Mert mire jó az, hogy mindenki szomorúságban él most, és büntetést várhat a halál után? Ó, Ádám, mit tettél? Mert bár te voltál, aki bűnbe esett, az elesés nem egyedül a tiéd, hanem a miénk is, akik a te leszármazottaid vagyunk. Mert mit ér az nekünk, hogy egy örökké tartó korszak ígértetett számunkra, ha olyan tetteket cselekszünk, amelyek halált hoznak? És mit ér, hogy örökké való reménység ígértetett nekünk, ha egyszer szánalmasan elbuktunk? Vagy hogy biztonságos és egészséges lakóhelyek vannak fenntartva számunkra, hogyha mi gonoszul élünk. Vagy hogy a magasságos dicsősége fogja védelmezni azokat, akik tiszta életet élnek, ha a leggonoszabb utakon járunk. Vagy hogy megnyílik a paradicsom, amelynek gyümölcsei romlatlanok, és amelyben bővelkedés és gyógyulás vár, ha nem léphetünk be oda, mert helytelen helyeken éltünk. Vagy hogy az önmérsékletet gyakorló arca jobban fog ragyogni a csillagoknál, ha a mi arcunk feketébb lesz a sötétségnél. Mert amíg éltünk és bűnöket követtünk el, nem vettük figyelembe, hogy hogyan kell majd szenvednünk halálunk után. Válaszolt és mondta, ez a lényege a küzdelemnek, amelyet minden földre született embernek meg kell harcolnia. Ha legyőzetik, azokat kell szenvednie, amikről beszéltél. De ha győzedelmes, azokat kapja majd, amelyekről én beszéltem. Mert erről beszélt Mózes is az embereknek, amikor még élt mondván, válasszátok magatoknak az életet, hogy élhessetek. De ők nem hittek neki, sem az őt követő prófétáknak, sőt még nekem sem, aki velük beszéltem. Ezért nem lesz bánkódás a pusztulásuk felett, hanem inkább öröm azok miatt, akiknek az üdvösség biztosítva van. Válaszoltam és mondtam. Tudom, ó Adonai, hogy a magasságos irgalmasnak hívatik, mert könyörületes azokkal, akik még nem jöttek el erre a világra, és kegyelmesnek, mert kegyelmez azoknak, akik bűnbánással töredelmesen fordulnak a törvény felé, és türelmesnek, mert türelmet tanúsít azok felé, akik bűnösök voltak, hiszen az ő teremtményei, és bőkezűnek, mert inkább ad, mint hogy elvenne. És nagy részvétűnek, mert kegyelmét egyre bőségesebben árasztja az élőkre, és az eltávozattakra, és a még eljövendőkre. Mert ha nem bőveltetné őket, nem volna élete a világnak és lakosainak. És adakozónak hívatik, mert ha nem árasztaná ki jóságát, hogy azok, akik bűnöket követtek el, megszabadítassanak azokból, akkor az emberiségnek még csak egy 10 000 része sem élhetne. És bírónak, mert ha ő nem bocsátana meg azoknak, akiket szavával teremtett, és nem törölné ki bűneik sokaságát, akkor minden bizonnyal csak igen kevés maradna meg a megszámlálhatatlan sokaságból. 8. fejezet. Válaszolt nekem és mondta, a magasságos sokak részére teremtette ezt a világot, de az eljövendőt kevesek számára. De mondok egy példázatot, Esdrás. Amint a föld is elmondja, ha kérdezed, hogy nagyon sok agyagot biztosít, amelyből edények készülnek, de csak kevés olyan port, amelyből arany keletkezik.
Épp így van a jelen világ rendje. Sokak teremtettek, de kevesen tartatnak meg. Válaszoltam és mondtam. Itt ki tehát a megértést bőséggel, ó én lelkem, és igyá bölcsességet, ó én szívem. Mert nem saját akaratodból jöttél a világba, és akaratod ellenére távozol, mert csak kevés idő adatott az életre. Ó Adonáj, aki felettünk való vagy, engedd a te szolgáidnak, hogy imádkozzunk előtted, és adj magot a mi szívünknek, és műveld meg értelmünket, hogy gyümölcs teremhessen, amely által minden halandó, aki emberi testnek hasonlóságában van, életet nyerhessen. Mert egyedül csak te létezel, és mi a te kezednek munkái vagyunk, ahogy kinyilatkoztattad. És mert te adod az életet a testnek, amely az anyamében formálódik, és ellátod azt tagokkal, és amit teremtettél tűzben és vízben őriztetik. És 9 hónapon át az általad teremtetett mélyben tartatik meg a te teremtményed, amelyet abban teremtettél. De az is, ami megtart, és az is, ami megtartatik, mindkettő a te gondviselésed által marad meg. És amikor a mély kiadja, ami benne teremtetett, a te parancsodra a tagokból tej fakad majd, amely az emlők gyümölcse, hogy ami megformáltatott tápláltasson egy ideig, és azután majd te vezéreld őt a te kegyelmedben. Felnevelted őt a te igazságosságodban, és irányítottad törvényed által, és megdorgáltad bölcsességedben. Te fogod elvenni életét, hiszen ő a te teremtményed, és te fogsz neki életet adni, mivel ő a te munkád. Ha tehát hirtelen és gyorsan elpusztítod őt, aki oly nagy munkával formáltatott a te parancsod által, mi végre készítetted őt akkor? És most nyíltan szólok. Az egész emberiséget jól ismered, de én a te népedről beszélek, akik miatt én bánkódom, és a te örököseidről, akik miatt könyörgök, és Izraelről, aki miatt szomorkodom, és a Jákob magjáról, akikért nyugtalankodom. Ezért imádkozom előtted magamért és ő miattuk, mivel látom a mi elbukásunkat, akik lakozunk ezen a földön, és hallottam, hogy sebes lesz az eljövendő ítélet. Ezért halld meg hangomat, és értsd meg szavaimat, és én szólok előtted. Esdrás imájának kezdete, amelyet felvitele előtt mondott, így szólt. Ó Adonáj, aki az örökké valóságban lakozol, akinek szemei magasságosak, és akinek felső kamrái az égben vannak, akinek trónusa minden nagyságot felülmúl, és akinek dicsősége meghaladja az értelmet, aki előtt az angyalseregek reszketve állnak, és akinek parancsára azok széllé és tűzzé változnak, akinek szava bizonyos és kijelentései biztosak, akinek rendelete erős, és akinek parancsa rettenetes, akinek tekintete kiszárítja a mélységeket, és akinek felháborodása megolvasztja a hegyeket, és akinek igazsága örökre megáll. Halld, ó Jahua, a te szolgádnak imáját, és figyelmezz a te teremtményed fohászára. Hallgasd szavaimat. Mert amíg csak élek, szólni fogok, és amíg van bennem értelem, válaszolok. Ó, ne nézd a te népednek bűneit, hanem azokat figyeld, akik igazságban szolgáltak téged. Ne figyelj azoknak igyekezetére, akik gonoszul cselekesznek, hanem azoknak erőfeszítéseire, akik a megpróbáltatások közepette is megtartották szövetségedet. Ne azokra gondolj, akik bűnösen éltek a te színed előtt, hanem emlékezz meg azokról, akik készséggel elismerték, hogy félni kell téged. Bárcsak ne az lenne a te akaratod, hogy elpusztuljanak, akik a csorda útját járták, hanem azokra figyelnél, akik dicsőségesen tanították a te törvényedet. Ne légy haragos azokra, akik a vadállatoknál is rosszabbak, hanem szeresd azokat, akik állandóan a te dicsőségedbe vetik bizalmukat. Mert mi és a mi apáink olyan utakra tértünk életünkben, amelyek halált hoznak. De te miattunk, bűnösök miatt irgalmasnak hívattad. Mert ha megkönyörülsz rajtunk, akiknek nincs igazságos cselekedete, akkor te kegyelmesnek fogsz hívatni. Mivel az igazak, akiknek sok tettük van előtted, megkapják majd jutalmukat,
a saját tetteik következményeként. De micsoda az ember, hogy dühös vagy rá? Vagy micsoda ez a romlandó faj, hogy ennyire megkeseredtél ellene? Hiszen igazság szerint nincsen azok között, akik megszülettek egy sem, aki ne cselekedett volna gonoszul. És az élők között nincs senki, aki ne vétkezett volna. Mert ebben, ó Jehova, megnyilatkozik majd a te igazságosságod és jóságod, ha irgalmas leszel azokhoz, akiknél nincsenek jó tettek felhalmozva. Ő válaszolt nekem és mondta, néhány dolgot helyesen mondtál, és a te szavaid szerint fog történni. Mert valóban nem fogok aggódni azoknak megformálása miatt, akik bűnösek, vagy a haláluk miatt, az ítéletük vagy elpusztításuk miatt, hanem örvendezek az igazak teremtése felett, és az ő zarándoklatuk felett, és megváltásuk és jutalmuk megadása felett. Ezért ahogy szóltam, úgy legyen. Mert ahogy a földműves is sok magvat szór szét a földjén, és számtalan palántát ültet, és mégsem fog az összes elvetett mag kicsírázni a kellő időben, és nem minden palánta fog gyökeret ereszteni. Épp így nem mindenki, aki elvettetett a világban, fog megmenekülni. Válaszoltam és mondtam. Ha kedvet találtam előtted, hadd beszéljek. Mivel ha a földműves magjai nem csíráznak ki, mert nem kaptak esőt a kellő időben, vagy ha tönkretette a túl sok eső, azok elpusztulnak. De az ember, akit saját kezeddel formáltál, és a te képmásodnak hívatik, mert olyanná lett készítve, mint te magad, és akinek kedvéért készítettél mindeneket, olyanná tetted volna őt is, mint a földműves magva. Nem, ó Adonáj, aki felettünk vagy, hanem őrizd meg népedet, és légy irgalmas a te örököseiden, mivel kegyelmes vagy a te saját teremtményeidhez. Ő válaszolt nekem és mondta, a jelenlegi dolgok azoké, akik most élnek, és a jövőnek dolgai azoké, akik majd ezentúl élnek. Mert te távolról sem vagy képes jobban szeretni az én teremtésemet, mint ahogy én szeretem azt. De gyakran hasonlítod magad az igazságtalanokhoz. Ne tedd soha. De még ebből a szempontból is dicséretes vagy a magasságos előtt. Mert megaláztad magad, ahogy illik hozzád, és nem számítottad magad az igazak közé, csak hogy megkaphasd a legnagyobb dicsőséget. Sok nehézség fogja érni a világ lakosait az utolsó időkben, mert nagy büszkeségben jártak. De gondolj a saját esetedre. Tudakozódj a dicsőségről, amely azoké, akik hozzád hasonlóak. Mert számotokra van megnyitva a paradicsom, elültetve az élet fája, előkészítve az eljövendő korszak, sok minden biztosítva, egy város felépítve, nyugalom előkészítve, jóság megalapozva és bölcsesség tökéletesítve előzetesen. A gonosz gyökere el van pecsételve előletek, a betegség száműzve tőletek, és a halál elrejtve. A pokol megfutamodott, és a romlottság el van feledve. A bánat elmúlt, és végül a halhatatlanság kincse világosan megmutatkozik. Ezért ne kérdezz többet arról a sokaságról, akik elvesznek. Mert ők is megkapták a szabadságot, de megvetették a magasságost, és semmibe vették az ő törvényét, és elhagyták az ő útjait. Sőt, még az ő igazait is megtaposták. És azt mondták szívükben, hogy nincsen Elohim, habár nagyon jól tudták, hogy meg kell halniuk. Mert ahogy azok a dolgok, amiket előre jeleztem neked, várnak rátok, épp úgy megvan a szomjúság és a kínzatás, amely azokra vár. Mert a magasságos nem szándékozott az embert elpusztítani, hanem ők maguk, akik teremtettek, ők gyalázták meg annak a nevét, aki alkotta őket, és ők voltak hálátlanok afelé, aki elkészítette nekik az életet. Ezért az én ítéletem immár közel van. Nem sokaknak mutattam ezt meg, hanem csak neked, és még néhány hasonlónak. Akkor válaszoltam és mondtam, figyelmezz, ó Adonáj, jelek sokaságát mutattad meg nekem, amelyeket az utolsó időkben teszel majd, de azt nem mutattad meg, mikor lesznek ezek. 9. fejezet. Válaszolt nekem és mondta, gondosan mérlegelj elmédben, és amikor látod, hogy az előre megmondatott jelek bizonyos része megtörtént,
akkor tudni fogod, hogy ez az az idő, amikor a magasságos eljön, hogy meglátogassa a világot, amelyet teremtett. Tehát amikor a világban földrengések történnek, emberek összecsődülnek, nemzetek ármánykodnak, a vezetők megrendülnek, az uralkodók összezavarodnak, akkor tudni fogod, hogy ez az, amiről a magasságos beszélt hajdanán, a kezdetektől fogva. Mert ahogy a földön mindeneknek nyilvánvaló a kezdete, és kézzel fogható a vége, épp így vannak a magasságos időszakai. A kezdetek megvalósulnak, csodákban és hatalmas munka által, a vég pedig jutalmazásban és jelekben. És úgy lesz, hogy mindenki, aki megkíméltetik, és megmenekülhet az elvégzett dolgai, vagy a hite következtében, mindazok túlélik majd a veszélyeket, amelyek megjövendőltettek, és látják majd üdvözítésemet az én földemen és az én határaimon belül, amelyet megszenteltem magamnak a kezdetektől fogva. Azután azok, akik most gyalázzák az én útjaimat, csodálkoznak majd, és akik lenézéssel elutasították azokat, kínok közt fognak lakozni. Mert azok is, akik nem fogadtak el engem életükben, habár megkapták jó téteményeimet, és akik megvetették törvényemet, amíg még volt szabadságuk, és nem értették, mégis semmibe vették azt, amíg a megbánás lehetősége még nyitva állt előttük, azok haláluk után kínok közt fogják elismerni azt. Ezért ne légy továbbra is arra kíváncsi, hogy hogyan lesznek az istentelenek megbüntetve, hanem azt tudakozzad, hogyan lesznek az igazak megmentve, azok, akiké a korszak, és akiknek kedvéért a korszak alkottatott. Válaszoltam és mondtam. Eddig is ezt mondtam, most is mondom, és fogom újra is mondani. Többen vesznek el, mint ahányan megmenekülnek, ahogy a hullám is nagyobb egy vízcseppnél. Válaszolt nekem és mondta, amilyen a mező, olyan a mag, és amilyenek a virágok, olyanok a színek, és amilyen a munka, olyan a termék, és amilyen a földműves, olyan a szérű. Mert volt idő ebben a korszakban, amikor a most élők miatt készülődtem, még a számukra lakóhelynek szánt világ megalkotása előtt, és senki sem állt ellent nekem, mert senki sem létezett. De most azok, akik ebben a világban lettek megalkotva, amely el lett látva vége láthatatlan fenségokkal és kimeríthetetlen legelőkkel egyaránt, romlottá lettek útjaikban. Így tehát megvizsgáltam világomat, és lásd, az el volt veszve. És az én földemet, és az veszedelem volt azoknak eszközei miatt, akik belefurakodtak. És láttam ezt, és nagy nehézségek árán megóvtam néhány embert, és megmentettem magamnak egyetlen szemet a szőlőfürdből, és egyetlen fát a hatalmas erdőségből. Tehát hadd vesszen el a sokaság, amely hiába született, de hadd meneküljön meg az én szőlőm, és az én fácskám, mert sok munkával tökéletesítettem meg azokat. Ha te most újabb 7 napot vársz, azonban ne bőjtölj ez alatt, hanem menj ki egy virágos mezőre, amelyen nem épült még ház, és egyed a mező virágait, és ne ízlelj húst, és ne igyál bort, hanem csak virágot egyél, és imádkozz a magasságoshoz folyamatosan. Akkor eljövök és beszélek veled újra. Így tehát kimentem, ahogy utasított engem a mezőre, melynek neve Árdát. És ott leültem a virágok között, és a mező növényeiből ettem, és a táplálék, amelyet adtak, megelégített engem. És 7 nap elteltével, ahogy a fűben feküdtem, az én szívem ismét nyugtalankodott, ahogy korábban. És megnyílt a szám, és beszélni kezdtem a magasságos előtt mondván. Ó, Jahua, te megmutattad magadat közöttünk, a mi atyáinknak a pusztaságban, amikor kijöttek Egyiptomból, és amikor az ember nem járta, és gyümölcstelen pusztában jártak, és így szóltál. Halld, ó Izrael, és figyelmes szavamra, ó Jákob nemzetsége. Mert íme, én elvetettem törvényemet beléd, és az gyümölcsöt hoz majd benned, és megdicsőülsz általa örökre. Azonban a mi atyáink, habár megkapták a törvényt, nem tartották meg azt, és nem vigyáztak a parancsolatokra, ám a törvény gyümölcse mégsem semmisült meg, hiszen nem is tudna, mert az a tiéd. Azok azonban, akik kapták, elvesztek, mert nem tartották meg azt, ami bennük el volt vetve. És íme a törvényszerűség az, hogy amikor a földbe magot hintenek,
vagy a tengerre száll egy hajó, vagy bármilyen edénybe ételt, italt tesznek, és aztán amikor az, amit elvetettek, vagy kibocsátottak, vagy belehelyeztek, elpusztítatik, akkor az elvész, de a dolgok, amelyek befogadták őket, megmaradnak. Ám velünk mégsem így történt. Mert mi, akik megkaptuk a törvényt és vétkeztünk, el fogunk veszni, és a szívünk is, amely befogadta azt. A törvény azonban nem fog elveszni, hanem megmarad dicsőségben. Amikor ezeket mondtam, szívemben felnéztem, és egy asszonyt láttam a jobbomon, és ímé hangosan gyászolt és siratott. És mélységesen meg volt rendülve szívében, és ruhái szakadtak voltak, és hamu volt a fején. Akkor elengedtem a gondolatokat, amelyek addig foglalkoztattak, és hozzáfordultam, és mondtam neki. Miért siratsz, és miért gyászolsz szívedben? És ő mondta nekem. Hagyj engem, Uram, hogy magamban sírjak, és tovább gyászolhassak, mert nagyon megkeseredtem szellememben, és mély a bánatom. És szóltam hozzá, mi történt veled, mondd el nekem. És ő mondta, a te szolgád meddő volt, és nem volt gyermekem, pedig már 30 éve élek a férjemmel. És annak a 30 évnek minden napján és minden órájában könyörögtem a magasságoshoz éjjel és nappal. És 30 év után Elohim meghallotta a te szolgáló leányodat, és megtekintette erőtlen állapotomat, és figyelembe vette az én gyötrelmemet, és fiat adott nekem. És hatalmasan örventem felette én és a férjem és minden szomszédaink, és nagy dicsőséget adtunk a hatalmasnak. És nagy odaadással neveltem fel. És amikor felnőtt és én eljöttem, hogy feleséget vegyek neki, kijelöltem egy napot az esküvői lakomára. 10. fejezet. De az történt, hogy amikor a fiam belépett az esküvői kamrába, összeesett és meghalt. Akkor mindannyian kioltottuk a lámpákat, és minden szomszédunk eljött, hogy részvétet nyilvánítson. És én nyugodt maradtam egészen a második nap estéig. De amikor mind befejezték a vigasztalásomat, hogy nyugodt legyek, felkeltem éjszaka és eljöttem. Kijöttem erre a mezőre, ahogy láthatod. És most az a szándékom, hogy nem térek vissza a városba, hanem itt maradok, és sem enni, sem inni nem fogok, hanem szünet nélkül gyászolok és böjtölök halálomig. Akkor kibontakoztam a látásokból, amelyek még mindig foglalkoztattak, és haragosan szóltam hozzá, és ezt mondtam. Te asszonyok legbolondabbja, nem látod a mi gyászunkat, és hogy mi történt velünk? Hiszen Sion, mindannyiunk anyja, mély gyászban és nagy fájdalomban van. Nagyon helyén való gyászolni most, mert mi mind gyászolunk és szomorkodni, mert mi mind szomorúak vagyunk. Te egyetlen fiú miatt pánkót, de mi az egész világ, ami atyánkért. Kérdezd hát a földet, és ő elmondja majd neked, hogy ő az, akinek gyászolnia kell mindazért a sokaságért, akik ő rajta éltek. És kezdettől mindenek tőle születtek, és még fognak is, és íme majdnem mindegyik kárhozatra jut, és nagyobb részük pusztulásra ítéltetett. Kinek kell hát jobban gyászolnia, annak, aki hatalmas sokaságot veszített el, vagy neked, aki egyet sírat? De te mondhatod, az én siránkozásom nem olyan, mint a földé, mert én az én méhemnek gyümölcsét veszítettem el, amelyet fájdalommal szültem, és bánatban hordtam. Ám a föld esetében ez a világ folyása. A sokaság, amely ma benne él, ahogy jött, úgy el is távozik majd. Én viszont ezt mondom neked, ahogyan te bánatban szültél, épp úgy adta a kezdetektől a föld is gyümölcseit, amely az ember, annak, aki alkotta őt. Most azért tartsd meg a te szomorúságodat magadnak, és viseld bátran a bajokat, melyek jöttek rád. Mert ha elismered, hogy Elohim határozata igazságos, visszakapod majd a fiadat a maga idejében, és imádnak majd téged az asszonyok között. Ezért menj vissza a városba a férjedhez. Ezt válaszolta nekem, nem megyek, nem fogok visszamenni a városba, hanem itt halok meg. Ezért újra szóltam hozzá, és mondtam. Ne mondd ezt, hanem győződj meg a Sion gondjairól, és aggódj Jeruzsálem szomorúsága miatt. Mert láthatod, hogy a mi szent helyünk, oltárunk ledöntve, és templomunk lerombolva. Hárfáink elhagyatva hevernek, és énekünket elhallgattatták, és örvendezésünknek véget vetettek, a mi lámpásunknak fényét kioltották,
a mi szövetségünknek ládáját kifosztották, a mi szent tárgyainkat megfertőztették, és a nevet, amelyről neveztetünk, káromolták. Szabad férfiaink gyalázkodást szenvedtek, papjainkat halálra égették, lévitáinkat fogságba vetették, szüzeinket bemocskolták, és feleségeinket elrabolták. Igaz férfiainkat elhurcolták, kicsinyeink elvesztek, ifjaink fogoljá lettek, és erős embereinket erőtlenné tették. És ami mindennél fontosabb, Sion pecsétje, mivel elveszítette dicsőségének pecsétjét, és azok kezébe adatott, akik gyűlölnek minket. Ezért rázd le a te nagy szomorúságodat, és tedd félre sok bánatodat, hogy a hatalmas könyörülhessen rajtad ismét, és a magasságos békességet adhasson neked, és feloldozzon gondjaidból. Mialatt beszéltem hozzá, íme az ő arca hirtelen rendkívül fényleni kezdett, és ábrázata ragyogott akár a villámlás. Én pedig túl rémült voltam, hogy a közelébe menjek, és szívem megfélem lett. Amíg azon tanakodtam, mit jelent ez, íme az asszony hirtelen hangos és félelmetes kiáltást hallatott, amelynek hangjától megremegett a föld. És oda néztem, és íme az asszony nem volt többé látható, hanem egy alapokkal bíró város állt ott, és egy hatalmas kiterjedésű hely mutatkozott meg. Akkor megijedtem, és hangosan így kiáltottam. Úriá, hol van az az angyal, aki először hozzám jött? Mert ő volt az, aki belevitt ebbe az ellenállhatatlan zavarodottságba. A végem bomlottság lett, és az imám szégyenné vált. Ahogy kimondtam ezeket a szavakat, íme az angyal, aki először is jött hozzám, odajött és rám tekintett. És ímé úgy feküdtem ott, mint egy holttest. És megfosztattam értelmemtől. Elveszítettem az eszméletemet. Akkor megragadta a jobb kezemet, és megerősített engem, és lábamra állított. És így szólt hozzám. Mi bajod van? És miért vagy zavart? És miért zavarodott meg a te értelmed és a te elmédnek gondolatai? Mert magamra hagytál engem. Úgy tettem, ahogy utasítottál, és kimentem a mezőre, és ímé olyat láttam, és látok még most is, amit nem vagyok képes megmagyarázni. Ő így szólt, állj fel, ahogy férfihez illik, és én majd irányítalak. Szóltam, beszélj, Adonai, csak ne hagyd magamra, mert idő előtt meghalok. Mert olyat láttam, amit nem ismerek, és olyat hallottam, amit nem értek. Avagy megcsalatik az én elmém, és álmodik a lelkem. Most azért könyörgöm, hogy adj magyarázatot a te szolgádnak erre a zavarba ejtő látomásra. Válaszolt nekem, és mondta. Figyelj rám, és én felvilágosítalak, és beszélek neked a dolgokról, amelyek megijesztettek téged, mert a magasságos sok titkot felfedett már neked. Mert látta a te igazságos magaviseletedet, hogy állandóan szomorkodtál a te néped miatt, és erősen gyászoltál Sion felett. Ez tehát a látás jelentése. Az asszonyt illetően, aki kis idővel ezelőtt megjelent előtted, akit gyászolni láttál és vigasztalni kezdted, de most már nem egy asszony alakját látod, hanem egy alapokkal bíró város jelent meg előtted. És aki elbeszélte neked fiának szerencsétlen sorsát, ez a magyarázat. Ez az asszony, akit láttál, akit most megalapozott városként látsz, ez Sion. És hogy azt mondta neked, hogy meddő volt 30 évig. Azért volt, mert 300 év telt el a világban, mielőtt áldozat lett volna téve, felajánlva benne. És 300 év elteltével Salamon megépítette a várost, és áldozatokat ajánlott fel. Ekkor szült a meddő asszony fiat. És hogy elbeszélte, hogyan nevelte fel, azt nagy törődéssel, ez volt a jeruzsálemi tartózkodás időszaka. És hogy azt mondta, amikor a fiam belépett az esküvői terembe, meghalt. És hogy ez a csapás letaglózta őt, ez volt a pusztulás, amely Jeruzsálemet érte. És íme te felismerted a hasonlóságot, és hogy hogyan gyászolja a fiát, és vigasztalni kezdted őt a történtek miatt. Ezért a magasságos, mivel látta, hogy őszintén gyászolsz, és mélységesen szenvedsz miatta, megmutatta neked az ő dicsőségének ragyogását, és szépségének kedvességét. Ezért mondtam neked, hogy olyan mezőn tartózkodj, ahol nem épült ház, mert tudtam, hogy a magasságos felfedi neked ezeket. Azért mondtam neked, hogy olyan mezőre menj, ahol nincsen alapozása semmilyen háznak,
mert semmilyen emberkéz által emelt épület nem állhat meg ott, ahol a magasságos városa megmutatkozik. Ezért tehát ne félj, és ne engedd megrémülni szívedet, hanem menj be, és lásd meg az építmény nagyszerűségét, és mérhetetlen nagyságát, amennyire lehetséges a te szemeiddel meglátni azt. És azután hallasz majd dolgokat, annyit, amennyit füleid hallhatnak. Mert áldottabb vagy, mint sokan mások, és úgy hivattál a magasságos előtt, ahogyan csak kevesek. De holnap éjjel maradj még ezen a helyen, és a magasságos megmutatja majd neked álomlátásokban, amiket a magasságos tenni fog azokkal, akik az utolsó napokban lakoznak a földön. Így ott aludtam azon az éjszakán és a következőn, ahogy parancsolta nekem. 11. fejezet. A második éjjelen álmot láttam, és íme a tengerből feljött egy sasmadár, amelynek 12 tollas szárnya és 3 feje volt. És figyeltem, és íme kiterjesztette szárnyait az egész föld kerekségre, és az egeknek minden szelei fújtak feléje, és felhők gyülekeztek körülötte. És láttam, hogy a szárnyaiból ellentétes szárnyak nőttek ki, de azok kicsiny és gyönge szárnyak lettek. A fejei pedig nyugton voltak, a középső fej nagyobb volt a másik kettőnél, de az is együtt nyugodott azokkal. És figyeltem, és íme a sasmadár felszállt szárnyain, hogy uralkodjon a földön és annak lakosain. És láttam, ahogy minden dolog az ég alatt neki adatott, és senki sem szólt ellene, egyetlen teremtmény sem a földön. És figyeltem, és íme a sasmadár felemelkedett az ő karmain, és kiáltást hallatott a szárnyainak, mondván: ne vigyázzon egyszerre mindegyik, hadd aludjon mind a maga helyén, és figyeljen, amikor rákerül a sor, a fejek pedig maradjanak utoljára. És figyeltem, és íme a hang nem jött a fejéből, hanem a teste belsejéből jött. És megszámoltam az ellentétes szárnyait, és íme 8 volt belőlük. És figyeltem, és íme a jobb oldalon felemelkedett egy szárny, és uralkodott az egész földön. És mialatt uralkodott, elérkezett a vége, és eltűnt, úgy, hogy helyesen találtatott. Akkor a következő szárny emelkedett fel, és uralkodott, és folytatta uralkodását hosszú ideig. És mialatt uralkodott, ennek vége is elérkezett, és épp úgy eltűnt, ahogy az első. És íme egy hang szólt ezt mondván neki: hallgass rám, te, aki egész mostanáig uraltad a földet, kijelentem ezt neked, mielőtt eltűnsz. Senki sem fog olyan sokáig uralkodni te utánad, mint te, vagy akár csak fele annyi ideig. Akkor a harmadik szárny felemelte magát és fennállt, ahogy az előzőek, majd ez is eltűnt. És így tovább az összes szárnyak egyik a másik után hatalmat gyakorolt, és azután soha többet nem volt látható. És figyeltem, és íme kellő sorrendben a következő szárnyak szintén felemelkedtek a jobb oldalon, azért, hogy uralkodjanak. Volt köztük, amelyik uralkodott, mégis hirtelen eltűnt. Mások közülük felemelkedtek, de nem volt hatalmuk. És ezután figyeltem, és íme a 12 szárny és a 2 kicsi szárny eltűntek. És semmi más nem maradt a sasmadár testén, csak a 3 fej, amely nyugodott, és 6 kicsi szárny. És figyeltem, és íme 2 kicsi szárny a 6-ból elvált a többitől, és a jobb oldali fej alatt voltak, a többi 4 pedig a helyén maradt. És figyeltem, és íme ezek a kicsi szárnyak eltervezték, hogy felemelkednek és átveszik a hatalmat. És figyeltem, és íme az egyik felállt, de hirtelen eltűnt. A második is, és ez még gyorsabban eltűnt, mint az első. És figyeltem, és íme a fennmaradt 2 egymás között kitervelte, hogy együtt fognak uralkodni. És amíg terveztek, íme a nyugvó fejek közül az egyik felébredt, mert ez nagyobb volt, mint a másik 2 fej. És láttam, hogyan szövetkezett a 2 fej önmagával. És íme a fej a vele levőkkel együtt felkelt, és elnyelte a 2 kicsi szárnyat, amelyek uralkodni akartak. Sőt, ez a fej irányítást szerzett az egész föld felett, és nagy elnyomással uralta annak lakosait, és nagyobb hatalma volt a világ fölött, mint az összes szárnynak, amelyek előtte voltak. És ezután figyeltem, és íme a középső fej szintén eltűnt hirtelen, ahogy a szárnyak tették. De a másik 2 fej megmaradt, amelyek uralták a földet és annak lakosait.
és figyeltem, és íme a jobb oldali fej elnyelte a bal oldalit. Azután egy hangot hallottam, amely így szólt hozzám. Nézd magad elé, és figyeld meg, amit látsz. És figyeltem, és íme egy oroszlánhoz hasonló teremtmény emelkedett ki az erdőből ordítva, és hallottam, ahogy emberi hangon szólt a sasmadárhoz, és beszélt mondván. Figyelj, és én szólok hozzád. A magasságos ezt mondja neked. Nem te vagy-e az, aki megmaradt a négy vadállat közül, amelyeket készítettem, hogy uralkodjanak világomban, hogy az idők vége általuk jöhessen el? Te, aki negyedikként jött el, legyőzted mindegyik vadállatot, amelyek előtted voltak, és uralkodtál a világon nagy rettentéssel, és az egész földön súlyos elnyomással, és oly sokáig lakoztál a földön megtévesztéssel. És megítélted a földet, de nem igazságban, mert te bántottad a szelídeket, és megsebezted a békességest. Gyűlölted az igazat beszélőket, és szeretted a hazugokat. Leromboltad azoknak lakóhelyét, akik gyümölcsöket hoztak, és leomlasztottad azoknak falait, akik nem törtek ellened. És ezért a te arcátlanságod feljutott a magasságos elé, és a te büszkeséged a hatalmashoz. És a magasságos rátekintett az ő időszakaira, és íme azoknak vége volt, és a korszak befejeződött. Ezért bizony el fogsz tűnni, te sasmadár, és a te félelmetes szárnyaid, és leggonoszabb kicsi szárnyaid, és rosszindulatú fejeid, és leggonoszabb karmaid, és a te egész értéktelen tested, hogy az egész föld felszabadulva a te erőszakosságod alól, felfrissüljön és életre keljen, és reménykedhessen annak ítéletében, aki teremtette azt. 12. fejezet. Amíg az oroszlán ezeket mondta a sasmadárnak, figyeltem, és íme a fennmaradt fej eltűnt. És a két szárny, amelyek fölé kerültek, felemelkedtek és elindultak, hogy uralkodjanak, és uralmuk rövid volt, és felfordulással teljes. És figyeltem, és íme ezek is eltűntek, és a sasmadár egész teste elégett, és a föld rendkívül megrémült. Akkor felébredtem nagy tanácstalanságban és nagy félelemben, és így szóltam szellememhez. Íme, te hoztad ezt rám, mert a magasságos útjait kutatod. Íme az én elmém még mindig kimerült, és nagyon gyenge vagyok szellememben, és egy csepp erő sem maradt bennem, a nagy félelem miatt, amellyel megrémültem ezen az éjszakán. Ezért most könyörögni fogok a magasságoshoz, hogy erősítsen meg a végig. És így szóltam. Ó, felséges Adonáj, ha kedves vagyok előtted, és hogyha igaznak számláltattam előtted sok más után, és ha az én imádságom valóban eljutott a te orcád elé, erősíts meg és mutasd meg nekem a te szolgádnak a jelentését és értelmét ennek a rettenetes látomásnak, hogy teljesen megnyugtathasd az én lelkemet. Mert te érdemesnek találtál engem arra, hogy láthassam az idők végét és az időszakok utolsó eseményeit. Ő mondta nekem, ez a jelentése a látomásnak, amelyet láttál. A sasmadár, amelyet a tengerből láttál feljönni, az a negyedik királyság, mely megjelent a te atyád fiának, Dánielnek látomásában. De neki nem úgy volt elmagyarázva, ahogy én most elmondom, vagy megmagyaráztam neked. Ímé közelednek a napok, amikor egy királyság fog felemelkedni a földön, és félelmetesebb lesz, mint minden előtte volt hatalom. És 12 király fog uralkodni benne egyik a másik után. A másodikként uralkodó pedig hosszabb ideig fog uralmat gyakorolni, mint bármelyik a tucatból. Ez a magyarázata a 12 szárnynak, amit láttál. Ami a hangot illeti, amely beszélt, és amely nem a sasmadár fejéből, hanem a teste belsejéből jött, ez annak magyarázata. Annak a királyságnak az uralma idején nagy küzdelem lesz majd, és az a bukás szélére kerül. Mindazonáltal nem fog elbukni akkor, hanem visszanyeri korábbi erejét. Ami a 8 kicsin szárnyat illeti, amelyeket szárnyakhoz tapadni láttál, ez a jelentésük. 8 király fog felkelni, akiknek ideje rövid lesz, és éveik gyorsan cserélődnek. És 2 közülük elpusztul, amikor az idejének fele közeledik. És 8 másik megtartatik addig, amíg elközelít az idejüknek vége, 2 pedig megtartatik egészen a végig. Ami a 3 nyugalomban levő fejet illeti, amelyeket láttál, ez arra a magyarázat.
Az utolsó napokban a magasságos három királyt fog felemelni, és azok sok mindent megújítanak abban a királyságban, és még nagyobb elnyomásban uralják majd a földet, és annak lakosait, mint mindazok, akik előttük voltak. Ezért a sasmadár fejének hívatnak. Mert ezek azok, akik beteljesítik gonoszságát és utolsó tetteit megcselekszik. Amikor pedig láttad az egyik nagy fejet eltűnni, azt jelenti, hogy az egyik király ágyában hal meg, mégpedig szenvedések között. A fennmaradt kettőt illetően pedig kard fogja elpusztítani azokat. Mert az egyiknek kardja fogja elpusztítani azt, aki együtt volt azzal, de ő maga is kard által vészel az utolsó napokban. Ami a két kicsi szárnyat illeti, amelyeket láttál átmenni a jobboldali fejhez, ez a magyarázat. Ezek azok, amelyeket a magasságos megtartott a sasmadár végére. Ez az az uralom, amely rövid volt és felfordulással teljes, ahogyan láttad. Ami pedig az oroszlánt illeti, akit az erdőből láttál előjönni és ordítani és beszélni a sasmadárhoz, megítélve azt igazságtalanságáért, és mindazokat a szavait illetően, amelyeket hallottál. Ez a felkent, akit a magasságos megtartott a napok végéig, aki a Dávid leszármazottjából fog támadni. És eljön és szól hozzájuk. Ő majd leleplezi azokat istentelenségükért és gonoszságukért, és felsorolja előttük az ő felfuvalkodott üzelmeiket. Mert először élve állítja azokat az ő ítélőszéke elé, és miután megdorgálja őket, aztán elpusztítja azokat. De irgalmasan megmenti az én népemnek maradékát, azokat, akik megőriztettek szerte a határaimon, és örömmel tölti el majd őket, amíg eljön a vég, az ítélet napja, amelyről az elején beszéltem neked. Ez volt az álom, amelyet láttál, és ez a magyarázata, és egyedül te voltál méltó arra, hogy megtudd a magasságosnak ezt a titkát. Ezért írd le mindazokat a dolgokat, amelyeket láttál egy könyvben, és rejtsd el azt. És taníts azokról a néped bölcseinek, akiknek tudod, hogy szívük képes lesz megérteni és megtartani ezeket a titkokat. De várj még 7 napot itt, hogy megláthasd azokat, amiket a magasságos még megszándékozik mutatni neked. Ezután magamra hagyott. Amikor az emberek meghallották, hogy eltelt a 7 nap, és én még nem tértem vissza a városba, összegyűltek mind, a legkisebbtől a legnagyobbig, és eljöttek hozzám, és szóltak hozzám mondván. Mivel bántottunk meg téged, vagy milyen kárt okoztunk neked, ami miatt elhagytál bennünket, és ezen a helyen tanyázol? Mert az összes próféták közül egyedül te maradtál meg nekünk, mint egyetlen szőlőfürt a termésből, és mint egy lámpás a sötét helységben, és mint egy biztos kikötő a viharból megmenekült hajónak. Nem volt elég a sok rossz, amely ért bennünket. Ezért, ha te is elhagysz bennünket, bizony jobb lett volna nekünk, ha mi is elpusztulunk Sion égésekor. Mert nem vagyunk mi jobbak azoknál, akik ott meghaltak, és hangosan sírtak. Akkor felemeltem nekik mondván, légy bátorságos, ó Izrael, és ne szomorkodj, ó Jakob háza. Mert a magasságos emlékezetében tart téged, és a hatalmas nem feledkezett meg rólad küzdelmedben. Ami engem illet, sem el nem hagytalak titeket, sem vissza nem vonultam tőletek, hanem azért jöttem erre a helyre, hogy imádkozzam Sion kipusztulása miatt, és hogy irgalomért könyörögjek a szent helyünk megalázása miatt. Most menjetek, mindenki térjen a maga házába, és néhány nap múlva eljövök hozzátok. Az emberek pedig visszatértek a városba, ahogy mondtam nekik. Én pedig 7 napig a mezőn ültem, ahogyan az angyal utasított, és csak a mező virágaiból ettem, és ételem a növényekből állt, azok alatt a napok alatt. 13. fejezet. 7 nap elteltével álmot láttam éjszaka, és íme szél támadt a tenger felől, és felkavarta annak minden hullámait. És figyeltem, és íme a szél egy emberforma alakot alkotott, amely a tenger szívéből jött ki. És figyeltem, és íme ez az ember a menny felhőivel együtt szállt, és amerre csak fordította az arcát, minden megremegett tekintete alatt. És amikor csak felhangzott hangja a szájából, mind akik hallották szavát, megolvadtak, mint a viasz, amikor a tűz melegíti.
Ezután figyeltem, és íme megszámlálhatatlan sokaságú ember gyűlt össze az egek négy szélei felől, hogy harcoljanak a tengerből kijött ember ellen. És figyeltem, és íme, ő kimetszett egy hatalmas hegyet magának, és felrepült arra. És próbáltam meglátni a helyet vagy területet, ahonnan a hegyet kimetszették, de nem tudtam. Ezután figyeltem, és íme mindazok, akik összegyűltek ellene, hogy háborúzzanak vele, nagyon ijedtek voltak, mégis harcba merészkedtek ellene. És íme, amikor látta a közeledő sokaság támadását, ő nem emelte fel kezét, sem lándzsát, sem másmilyen harci fegyvert nem tartott kezében, hanem azt láttam, ahogy a szájából, mint egy tűzpatakot árasztott, és ajkairól lángoló leheletet és nyelvéről szikra eső lövelt elő. Mindezek egyé álltak össze, a tűzpatak és a lángoló lehellet és a nagy vihar, és ráhullottak az előretörő sokaságra, mely készen állt harcolni, és felégették mindazokat, és így hirtelen semmi más nem maradt a megszámlálhatatlan sokaságból, csak por és hamu és a füstnek szaga. Amikor ezt láttam, elámultam. Ezután láttam ugyanazt az embert lejönni a hegyről és magához hívni egy másik sokaságot, amely békés volt. Akkor sok ember jött hozzá, voltak közöttük boldogok és voltak bánatosak. Néhányan megkötözve voltak, néhányan pedig másokat hoztak felajánlásul. Akkor felébredtem nagy félelemben, és könyörögtem a magasságoshoz mondván. A kezdetektől megmutattad szolgádnak ezeket a csodálatos dolgokat, és méltóvá tettél arra, hogy meghallgasd imámat. Mutasd meg tehát nekem ennek az álomnak is az értelmét. Mert ahogyan elmémben forgatom, jaj azoknak, akik az utolsó napokban megmaradnak, és még inkább jaj azoknak, akik nem maradnak meg. Mivel azok, akik nem maradnak meg, bánatosak lesznek, mert megértik, mi lett elkészítve az utolsó napokra, de nem érik meg azt. De azoknak is jaj, akik megmaradnak, és ugyanezen ok miatt, mert nagy veszélyeket látnak majd, és sok nyomorúságot, ahogyan ezek az álmok megmutatták. És mégis jobb ezeket a dolgokat megtapasztalni, ha bár veszélynek teszi ki magát az ember, mint eltűnni a világból, mint a felhő, és nem látni meg, mi történik majd az utolsó napokban. Válaszolta nekem is, mondta. Elmondom neked a látomás értelmét, és megmagyarázom azokat a dolgokat is, amelyeket említettél. Amit azokról mondtál, akik megmaradnak, ímé ez a magyarázat. Aki abban az időben elhozza a veszedelmet, ő maga fogja megvédelmezni azokat, akik bajba jutnak, akiknek van munkásságuk és hitük a mindenhatóban. Értsd meg azért, hogy áldottabbak azok, akik megmaradnak, mint azok, akik meghaltak. Ez pedig a látomás értelme. Ami az embert illeti, akit a tenger szívéből láttál feljönni, ez az, akit a magasságos sok időn át elrejtett, aki majd megváltja az ő teremtését. És ő fogja irányítani azokat, akik megmaradnak. Ami a szelet és a tüzet és vihart illeti, amit az ő szájából látták kijönni, és hogy nem tartott kezében sem lándzsát, sem harci fegyvert, és mégis megsemmisítette a nagy sokaságot, amely az ő legyőzésére tört, ez az értelme. Íme közelegnek a napok, amikor a magasságos megváltja azokat, akik a földön vannak, és megzavarodik az elméjük a földön lakozóknak. És háborúkat terveznek egymás ellen, város-város ellen, terület-terület ellen, egyik nép a másik ellen, és királyság-királyság ellen. És amikor ezek a dolgok megtörténnek, és feltűnnek a jelek, amelyeket korábban mutattam neked, akkor felfedem az én fiamat, akit a tengerből feljövő emberként láttál. És mikor a nemzetek meghallják az ő hangját, minden ember elhagyja majd a saját földjét, és odahagyják a háborúskodást, amelybe egymás ellen vonultak. És egy megszámlálhatatlan sokaság fog összegyülekezni, ahogyan láttad, azzal a szándékkal, hogy legyőzzék őt. De ő a Sion hegyének tetejére áll majd, és eljön Sion, és láthatóvá lesz minden embernek. Előkészítve és felépítve, ahogyan láttad, hogy a hegy kéz érintése nélkül lett kifaragva. És ő az én fiam megdorgálja majd az egybegyűlt nemzeteket, az ő istentelenségük miatt. Ezt jelképezte a vihar.
és vádolja majd őket szemtől szembe az ő ördögi gondolataikkal és a kínokkal, melyekkel majd megkínoztatnak. Ezt jelképezték a lángok. És erőfeszítés nélkül a törvény által fogja elpusztítani őket. Ezt jelképezte a tűz. Ami a másik sokaságot illeti, melyet ő maga köré gyűjtött, és amely békességes volt, ezek a 10 törzs, amelyeket Hósás király idejében fogságba hurcoltak saját földjükről. Akiket Szalmanezár Asszíria királya vetett fogságba, átvitte őket a folyón és idegen földre hurcolta őket. De ezek tervet készítettek maguknak, mely szerint elhagyják a nemzetek közösségét, és egy még távolabbi területre mennek, ahol ember még nem élt soha, hogy ott majd megtarthassák azokat a rendeléseiket, melyekről korábban megfeledkeztek saját hazájukban. És elindultak az Eufrátesz folyó keskeny ösvényein, mivel abban az időben a magasságos jeleket adott nekik, és megállította a folyó csatornáit, míg ők átkeltek rajta. Hosszú út várt rájuk azokon a területeken keresztül, egy másfél éves utazás. Árzaret annak az országnak a neve. Azután az utolsó időkig ott laktak, és most, amikor hamarosan újra visszatérnek, a magasságos ismét megállítja majd a folyóvizeit, hogy még egyszer átkelhessenek. Ezért láttad a nagy sokaságot békében összegyülekezni. De azok, akik megmaradtak a te népedből, akik az én szent határaimon belül találtatnak, megmenekülnek majd. Ezért, amikor ő elpusztítja az összegyülekezett nemzetek tömegeit, megvédelmezi majd a megmaradt embereket, és nagyon sok csodát mutat majd nekik. És szóltam, ó felséges Adonáj, magyarázd ezt meg nekem, miért láttam ezt az embert a tenger szívéből feljönni? Ő válaszolt nekem, ahogyan senki sem ismerheti meg, vagy tudhatja, mekkora a tenger mélysége, épp úgy senki a földön nem láthatja az én fiamat, vagy azokat, akik vele vannak, csak majd az ő napjainak idejében, amikor eljön az ő ideje. Ez az értelme az álomnak, amit láttál, és egyedül te kaptál-e felől világosságot, mivel te elhagytad saját utadat, és az enyémnek szentelted magad, és kutattad az én törvényemet. Mert a bölcsességnek rendelted alá a te életed, és édesanyádnak nevezted a megértést. Ezért mutattam meg neked ezeket, mivel díjad van a magasságosnál. És 3 nap múltán újabb dolgokat fogok elmondani neked, és hatalmas és csodálatos dolgokat magyarázok majd meg. Ezután felkeltem és sétáltam a mezőben, nagy dicsőséget adva és dicsőítve a magasságost, az ő csodás dolgaiért, melyeket időről időre cselekedett, és amiért ő irányítja az időszakokat, és minden dolgot, amely csak történik a maga idejében. És ott maradtam 3 napig. 14. fejezet. A 3. napon, mikor egy tölgyfa alatt üldögéltem, ímé egy hang hallatszott a velem szemközti bokorból, és így szólt, Esdrás, Esdrás! És válaszoltam, itt vagyok Adonáj, és lábaimra álltam. Akkor így szólt hozzám, megmutattam magamat egy bokorban, és beszéltem Mózeshez, amikor az én népem Egyiptom rabságában volt. És elküldtem őt, és kivezettem népemet Egyiptomból, és felvittem őt a Sínáj hegyére, ahol sok napon át velem volt. És sok csodás dolgot beszéltem neki, és megmutattam neki az idők titkait, és kinyilatkoztattam neki az idők végét. Ezután parancsoltam neki. Ezeket a szavakat nyíltan szólhatod, emezeket azonban tarts titokban. Neked pedig most ezt mondom. Tedd félre a szívedben a jeleket, melyeket mutattam neked, és az álmokat, amelyeket láttál, és a magyarázatokat, melyeket hallottál. Mert felvitetsz az emberek közül, és attól fogva az én fiammal és a hozzád hasonlókkal fogsz élni, míg eljön az időknek vége. Mert ez a korszak már túljutott ifjúságán, és az idők elkezdtek megöregedni. Mert a korszak 12 részre lett felosztva, és ebből 9 már elmúlt. És a 10. is a fele, így tehát még 2 rész van hátra, a 10. szakasz 2. felén kívül. Ezért most rendezd el házadat, és intsed népedet,
Vigasztad meg az elgyötörteket közöttük, és tanácsold a bölcseket. És most mondj le a romlandó életről, és vesd el a halandó szerint való gondolataidat, távolítsd el magadtól az emberi terheket, és szakítsd el magadat a te gyönge természetettől, és vesd félre a számodra leginkább fájdalmas gondolatokat, és siess megmenekülni ezektől az időktől. Mivel az általad eddig látottaknál sokkal rosszabb gonoszságok fognak történni ezek után. Mert minél gyengébbé válik a világ az öregsége miatt, annál jobban megszaporodik a gonoszság a lakói között. Mert az igazság egyre inkább eltávolodik, és a hamisság egyre közelebb férkőzik. Mert az a sasmadár, amelyet látomásban láttál, immár készülődik, hogy eljöjjön. Akkor feleltem neki mondván, hadd szóljak a te színed előtt, Adonai. Mert íme elmegyek, ahogy parancsoltad, és inteni fogom a most élő embereket, de ki fogja figyelmeztetni azokat, akik majd csak ezután születnek meg, mivel a világ sötétségben van, és a lakosai világosság nélkül. Mert a te törvényedet elégették, és így már senki sem ismeri azokat a dolgokat, amelyeket te cselekedtél, vagy amelyeket cselekedni fogsz. Ezért, ha kedvességet találtam előtted, küldd el a Szent Szellemet nekem, és én majd leírok mindent, ami a világban történt a kezdettől fogva, mindazokat a dolgokat, melyek írva voltak a te törvényedben, hogy az emberek megtalálhassák az ösvényt, és hogy azok, akik az utolsó időkben élni szeretnének, életet találhassanak. Felelt nekem mondván, menj, gyűjtsd össze a népet, és mondd meg nekik, hogy ne keressenek téged 40 napig. És készíts elő magadnak sok írótáblát, és vidd magaddal Száreát, Dabriát, Szelemiát, Etánuszt és Áziát. Őket ötüket, mert ezek megtanultak gyorsan írni. És gyere vissza ide, és én meggyújtom majd szívedben az értelem lámpását, amely nem fog kialudni, míg be nem fejezed, amit le kell írnod. És amikor befejezted, néhány dolgot nyilvánosságra hozhatsz majd, de lesz néhány, melyet titokban kell a bölcseknek átadnod. Holnap ebben az órában elkezded az írást. Ezután elmentem, ahogy parancsolta nekem, és egybegyűjtöttem az embereket, és szóltam. Halld ezeket a szavakat, Izrael! Atyáink Egyiptomban jövevényként éltek, majd kimenekítettek onnan, és megkapták az élet törvényét, amelyet azonban nem tartottak meg, és amelyet ő utánuk ti is áthágtatok. Azután földet kaptatok birtokul a Sion földjén, de ti és a ti atyáitok gonoszságot követtetek el, és nem tartottátok meg az utat, amelyet a magasságos parancsolt nektek. És mivel ő igazságos bíró, a maga idejében visszavette tőletek, amit adott. És most itt vagytok, és a ti testvéreitek még inkább benne vannak. Ha most ti képesek lesztek uralni elméteket, és megrendszabályozni szíveteket, akkor életben tartattok, és a halál után kegyelmet nyertek. Mert a halál után eljön az ítélet, amikor ismét életre kelünk majd, és akkor az igazak nevei ismerté válnak, és az istentelenek tettei lelepleződnek. Hanem most senki se jöjjön én hozzám, és ne keressetek engem 40 napig. Azután magam mellé vettem az 5 embert, ahogyan parancsolta nekem, és kimentünk a mezőre, és ott maradtunk. A következő napon íme egy hang szólt hozzám, mondván, Esdrás, nyisd ki a szájadat, és idd meg, amit én adok neked inni. Akkor kinyitottam a számat, és íme egy teli poharat kínáltak nekem. Olyasmivel volt tele, mint a víz, de a színe olyan volt, mint a tűznek. Elvettem és ittam, és amikor megittam, a szívem megtelt értelemmel, és mellkasomban megnövekedett a bölcsesség, mert szellemem visszanyerte emlékezetét. És megnyíltak ajkaim, és nem voltak többé bezárva. És a magasságos értelmet adott az 5 férfinak is. És váltásban írták, amiket diktáltam olyan betűkkel, melyeket korábban nem ismertek. 40 napig ültek, és nappal írtak, és éjjel ették kenyerüket. Ami engem illet, nappal beszéltem, és nem hallgattam éjjel sem. Így a 40 nap alatt 94 könyv íratott meg. És amikor a 40 nap véget ért, a magasságos ismét szólt hozzám mondván,
Hozd nyilvánosságra az első 24 könyvet, amit írtatok. Hadd olvassák az arra érdemesek, és az érdemtelenek egyaránt. De őrizd meg a többi 70-et, hogy a népet között levő bölcseknek adhassd azokat, mert bennük van az értelem csírája, a bölcsesség forrása és a tudás folyama. És így tettem. 15. fejezet. Azt mondja Jahua, figyelj és beszéld el népen fülének a profécia szavait, melyeket adok a te szádba, és írasd le velük papírra, mert hitelesek azok és igazak. Ne rettenj meg az ellened való cselszövéstől, és ne zavarjon meg a veled szembeszegülők hitetlenkedése. Mert minden hitetlenkedő az ő hitetlenségében fog meghalni. Íme azt mondja Jahua, gonosz dolgokat hozok a világra, kardot és éhínséget, és halált és pusztítást. Mert romlottság borított el minden földet, és az ő ártalmas tetteik elérték tetőpontjukat. Ezt mondja Jahua. Nem hallgatok tovább az ő istentelen tetteikről, melyeket tiszteletlenül elkövettek, és nem fogom elviselni gonosz viselkedésüket sem. Íme ártatlan és igaz vér kiált hozzám, és az igazak lelkei folytonosan kiáltanak. Bizonnyal megbosszulom őket, mondja Jahua, és magamhoz veszem közülük mind az ártatlan vért. Íme az én népemet, mint egy mészárszékre viszik, ahogy a nyájat, de én nem fogom engedni, hogy továbbra is Egyiptom földjén lakozzanak, hanem kihozom őket hatalmas kézzel és kinyújtott karral, és megverem Egyiptomot dögvésszel, ahogy korábban is, és tönkreteszem minden földjét. Hadgyászoljon Egyiptom és annak alapjai a fenyítés és a büntetés dögvésze miatt, amit Jahua hoz majd rájuk. Gyászoljanak a földművesek, akik a talajt felszántják, mert az ő magjaik elhalnak, és fáikat üszög és jégeső és szörnyű vihar teszi tönkre. Jaj a világnak is, akik abban élnek, mert a kard és az ínség közel van hozzájuk, és nemzet kell majd fel, hogy harcoljon más nemzetekkel, karddal a kezében. Mert nyugtalanság lesz az emberek között, erőt gyűjtenek egymás ellen, és oly nagy lesz hatalmuk, hogy nem fogják tisztelni királyukat, vagy vezetőik főnökét. Mivel ha valaki fel akar menni egy városba, nem fog tudni. Mert büszkeségük miatt a városok zűrzavarosak lesznek, a házakat lerombolják, és az emberek félnek majd. Az ember nem fogja sajnálni szomszédját, hanem karddal megy annak háza ellen, és fosztogatja annak javait, a kenyérnek éhezése miatt és a nagy megpróbáltatás miatt. Íme mondja Jahua, összehívom a föld összes királyát, hogy féljenek engem, a felkelő naptól kezdve és a délvidéktől kezdve, keletről és Libanonból is, hogy visszafizessem nekik, amit ők adtak nekik. Ahogyan ezek cselekedtek az én választottaimmal eddig a napig, én is úgy teszek majd, és visszafizetek szívük szerint, így szól Jahua Elohim. Az én jobbom nem kíméli a bűnösöket, és kardom nem múlik el azokról, akik ártatlan vért ontottak a földön. És tűz jön majd ki az ő haragja által, és felemészti a föld alapjait, és a bűnösöket, ahogy a szalmát, mely lángra lobban. Jaj azoknak, akik bűnt cselekesznek, és nem tartják szem előtt parancsolataimat, mondja Jahua. Nem fogom megkímélni őket, távozzatok ti hitetlen gyermekek, ne szennyezzétek be szentségemet. Mert ismeri Jahua mindazokat, akik vétkeznek ellene, ezért halálra adja majd őket. Mert most csapások vannak az egész földön, és azokban fogtok maradni, mert Elohim nem fog megmenteni titeket, mivel vétettetek ellene. Íme rettenetes látvány tűnik fel keletről. Arábia sárkányainak nemzetei jönnek, sok harci szekérrel, és attól a naptól fogva, hogy elindulnak, az ő zúgásuk szétterül az egész földön, hogy aki csak hallja, megrémül, és remegni kezd. És ugyanúgy a karmoniak nagy haraggal telve előtörnek majd, mint az erdő vaddisznói, és hatalmas erővel jönnek, és csatába szállnak, és az asszírok földjének egy részét felmorzsolják fogaikkal. Ezután a sárkányok megemlékeznek származásukról, és még erősebbé válnak. És hogyha összefognak nagy erővel, és ellenük fordulnak, hogy üldözzék azokat,
akkor azok rendezetlenné lesznek, és elnémulnak a sárkányok erejétől, és megfordulnak és elmenekülnek. És az asszírok földjéről lesben álló ellenség támad, és bekeríti őket, és elpusztítja egyiküket, és félelem és remegés lesz úrrá a seregükön, és határozatlanság a királyaikon. Íme keletről fellegek jönnek, és északról és délről is. Ezek megjelenése nagyon rémisztő, telve van dűvel és zivatarokkal. Egymásnak rontanak is nagy viharral árasztják el a földet a saját viharukkal. És olyan magasan árad majd a kard által kiontott vér, mint a lovak hasa, és az ember combja, és a teve háta. És félelem és hatalmas rettegés lesz a földön, és akik látják majd azt a dühöngést, rémülettől lesznek sújtva, és megdermednek a rettegéstől. És ezután súlyos viharfelhők gomolyognak elő dél felől és északról, és más részük nyugatról. És a keleti szelek legyőzik a haragban növelt felleget, és eloszlatják azt, és a vihar, amely a keleti szél által pusztítani készült, erőteljesen elsodortatik dél és nyugat felé. És nagy és hatalmas felhők jönnek, tele dűvel és viharral, hogy lerombolják az egész földet és minden lakosát, és hogy a magaslatokra és fensíkokra rettenetes vihart bocsássanak. Tüzet és jégesőt és repülő kardokat és áradásokat, hogy minden mező és minden patak telve legyen azoknak a vizeknek a sokaságával. És lerombolnak városokat és falakat, hegyeket és dombokat, az erdők fáit, a rétnek füvét és terményeit. És egyenesen Babilonig mennek, és elpusztítják őt. Oda mennek és körülveszik, kiárasztják rá a vihart, és annak minden dühét, azután a por és a füst felszáll a mennybe, és mindazok, akik vele voltak, siratják majd őt, és akik túlélik, szolgálni fogják azokat, akik elpusztították őt. És te, Ázsia, aki osztozol Babilon csillogásában, és az ő személye dicsőségében, jaj neked, nyavajás hitvány! Mert olyanná tetted magad, mint ő, felcicomáztad leányaidat paráznaságra, hogy megelégítsd és dicsőítsd szeretőidet, akik folyton vágyakoztak utánad. Utánoztad azt az utálatos szajhát minden tetteiben és csalásaiban. Ezért ezt mondja Elohim. Gonoszokat küldök rád, özvegységet, szegénységet, éhínséget, kardot és járványokat, hogy elhagyottá legyenek házaid, és pusztulásba és halálba vigyenek téged. És a te hatalmadnak dicsősége úgy fog elfonnyadni, mint egy virág, ez fog veled történni, amikor a hőség növekszik. Meggyengülsz majd, ahogy a nyomorult asszony, akit megvertek és megsebesült, és így nem fogadhatod majd hatalmas szeretőidet. Nem sújtanálak ilyen erőteljesen, így szól Jahua, ha nem gyilkoltad volna állandóan az én választottaimat, újjongva és tapsolva kezeiddel, részegségedben az ő halálukról diskurálva. Cicomászt fel arcod szépségét. A parázna jutalma van a szívedben, ezért megkapod majd a megtorlást. Ahogyan az én választottaimmal cselekszel, így szól Jahua. Úgy fog Elohim cselekedni veled, és viszontagságoknak tesz majd ki. Gyermekeid éjjel halnak, te pedig kard által hullasz el, és városaidat eltörlik, és minden néped, akik a nyílt vidéken laknak, kard által vesznek el. És akik a hegyekben és felföldeken élnek, elhullanak az éhségtől, és saját húsukat eszik majd kenyér utáni éhségükben, és saját vérüket isszák majd víz utáni szomjúságukban. Mindenek közt a legboldogtalanabb te leszel majd, és új csapásokat szenvedsz majd el. És ahogyan tovább vonulnak, szétverik majd a gyűlöletes várost, és lerombolják földed egy részét, és eltörlik dicsőséged egy darabját, visszatérvén az elpusztított Babilonból. És letörnek téged, mint a tarlót, és olyanok lesznek neked, mint a tűz. És felemésztenek téged és a te városodat, a földedet és a hegyeidet, tűzzel felégetik minden erdőségedet és gyümölcshozó fáidat. Gyermekeidet fogságba viszik, és kifosztják gazdagságodat, és eltörlik a te ábrázatod dicsőségét. 16. fejezet. Jaj neked, Babilon és Ázsia! Jaj neked, Egyiptom és Szíria! Öltöz zsákruhába és szőrruhába, és jajgass gyermekeidért, és sírasd őket, mert a te pusztulásod közel van. A kard már elküldetette rád, és kicsoda fordíthatná vissza. Tűz lett elküldve rád,
Kicsoda oldhatná ki? Csapások lettek rád küldve, és ki tudná elfordítani azokat? Kikerülheted-e az éhes oroszlánt az erdőben? Vagy eloldhatod-e a tarlót, emésztő tüzet, ha már elkezdett lángolni? Visszafordíthatsz-e egy erős íjász által kilőtt nyilat? Yahuá Elohim küldi a csapásokat, és kicsoda fordíthatja el azokat? Tűz árad ki az ő haragja miatt, és kicsoda oldhatná el azt? Villámot lobbant fel, és kicsoda ne félne? Mennydörgést hallat, és kicsoda ne rettegne? Yahuá megfenyít, és kicsoda ne lenne egészen megrendülve az ő jelenlétében? A föld és annak alapjai megrendülnek, a tenger a mélységekig felkavarodik, és annak hullámai és a halak is abban háborognak Yahuá jelenlétében, és az ő erejének dicsősége előtt. Mert az ő jobbja, amely az íjat feszíti erős, és a nyilai, melyeket kilő élesek, és nem tévesztenek célt, miután kilövik őket a világ szélei felé. Íme a csapások kilettek küldve, és nem térnek vissza, amíg le nem győzik a földet. A tűz fellobbant, és nem oltatik ki, amíg meg nem emészti a föld alapjait. Ahogyan az erős íjász által kilőtt nyilvessző nem tér vissza soha, épp így nem fordulnak majd vissza a földre kiszabott csapások. Jaj nekem, kicsoda ment meg engem azokban a napokban. A szomorúság kezdetén, amikor sok lesz a kesergés, az éhezés kezdetén, amikor sokan elpusztulnak, a háború kezdetén, amikor a hatalmasságok megrettennek, a csapások kezdetén, amikor mindenek megrendülnek, mit fognak tenni az emberek ilyen körülmények között, amikor bekövetkeznek a csapások? Íme éhezés és járvány, üldöztetés és szorongattatás lesznek elküldve, hogy megjavuljon az ember. Azonban még ezek által sem fognak elfordulni romlottságuktól, sem nem fognak figyelmezni az ostoroztatásra. Íme az élelmezés annyira olcsó lesz a földön, hogy az emberek azt képzelik majd a béke garantált számukra, és akkor fognak a csapások elterjedni a földön. A kard, az éhezés és nagy zűrzavar. Mert sokan a föld lakói közül éhségtől vesznek majd el, és akik túlélik az éhséget, kard által halnak meg. És a holtak kivettetnek akár a trágya, és nem lesz senki, aki vigasztalja őket, mert a föld elhagyatott lesz, és a városok romba dőlnek. Senki sem marad majd, hogy művelje a földet, vagy vessen belé. A fák gyümölcsöt hoznak, és kicsoda gyűjti össze. A szőlőfürtök megérnek, és ki fogja kisajtolni azokat, mert minden helyen nagy elszigeteltség lesz. Az ember vágyakozik majd, hogy láthasson egy másik embert, vagy akár csak hallja valaki más hangját. Mert egy egész városból csak 10 maradnak meg, és kint a mezőn csak 2, akik elrejtőztek a sűrű ligetekben és sziklahasadékokban. Ahogyan egy olajkertben 3 vagy 4 olíva marad csak fenn minden fán, vagy ahogyan egy szőlőlugasban néhány fürtöt hagynak csak ki azok, akik figyelmesen szüretelnek a szőlőben. Így azokban a napokban is csak 3 vagy 4 ember marad meg, akiket meghagynak azok, akik karddal kutatják át a házakat. És a föld kietlen lesz, és mezői tüskebokornak lesznek átadva, és útjai és minden ösvényei tüskét fognak hajtani, mert nem lesznek birkák, akik járjanak azokon. A szüzek gyászolnak majd, mert nem lesz vőlegényük. Az asszonyok gyászolnak majd, mert nem lesz férjük. Leányaik gyászolnak majd, mert nem lesznek segítői. A vőlegényeiket háborúban ölik meg, és férjeiket az éhség pusztítja el. Halljátok ezeket a dolgokat, és értsétek meg, ó szolgái Yahuának. Íme Yahuá beszéde, fogadjátok be. Ne hitetlenkedjetek Yahuának beszédében. Íme a csapások már közel vannak és nem késnek. Ahogyan a viselős asszonynak a 9. hónapban, amikor közeledik a szülés ideje, nagy fájdalmai vannak a méhében már 2 vagy 3 órával korábban is. A gyermek pedig nem késlekedik 1 percet sem, amikor kibújik a méhéből. Épp így a csapások nem fognak késlekedni, hogy kiáradjanak a földre, és a világ nyög majd, és fájdalmak fogják el minden oldalról. Halljátok szavam, ó én népem, készüljetek a csatára, és a csapások közepette legyetek olyanok, mint az idegenek ezen a földön. Hadd legyen az, aki elad olyanná, mint aki menekül. Legyen a vevő olyanná, mint aki veszít.
Legyen az, aki üzlete olyanná, mint aki nem termel hasznot, és legyen az, aki házat épít olyanná, mint aki nem fog abban élni. Legyen a vető olyanná, mint aki nem fog aratni, és ugyanígy a tőkét metsző olyanná, mint aki nem fogja a szőlőt szüretelni. Azok, akik házasok olyanná, mint akiknek nem lesz gyermeke, és akik nem házasok olyanná, mint az özvegyek. Mert akik munkálkodnak, hiába dolgoznak. Mert idegenek fogják szüretelni gyümölcseiket, és fosztogatják javaikat, és ledöntik házaikat, és fogságba viszik gyermekeiket, mert fogságban és éhezésben nemzik gyermekeiket. Akik üzleti vállalkozást vezetnek, kifosztatnak, minél jobban imádják városaikat, házaikat és vagyontárgyaikat, és saját magukat, annál inkább leszek dühös rájuk a bűneik miatt, mondja Jahua. Ahogyan egy tiszteletre méltó és erényes asszony utálja a szajhát, épp így fogja gyűlölni az igazságosság a romlottságot, amikor az feldíszítgeti magát, és szemébe mondja a vádakat. Amikor eljön ő, aki kikutat minden bűnt a földön, kicsoda védelmezheti meg. Ezért ne legyetek olyanok, mint ő, vagy az ő tettei. Mert íme, csak egy kis idő még, és a gonoszság eltöröltetik a földről, és igazságosság fog uralkodni felettünk. Ne mondja egyetlen bűnös sem, hogy nem vétkezett, mert Elohim parázsló szenet éget mindazok fején, akik így beszélnek. Nem vétkeztem Elohim és az ő dicsősége előtt. Íme Jahua ismeri az emberek minden tetteit, elképzeléseiket, és gondolataikat, és szívüket. Így szólt, legyen meg a föld és az előállt, legyen meg a menny és az előállt. Szavára helyükre kerültek a csillagok, és ő ismeri a csillagok számát. Ő az, aki kutatja a mélységeket, és azok kincseit, aki kimérte a tengert és minden benne lévőt. Aki körülkerítette a tengert a vizek közepette, és szavával a vizek fölé függesztette a földet. Aki kiterjesztette az egeket, mint egy boltozatot, és a vizeken vetett neki alapot. Aki vizek forrásait helyezte a sivatagba, és vízgyűjtőket a hegyek tetejére, hogy folyókat indítson a magasból, hogy öntözzék a földet. Aki megalkotta az embert, és szívet helyezett a teste közepébe, és lélegzetet, és életet, és értelmet adott neki, és a mindenható Elohim szellemét. Aki minden dolog alkotója, és aki kikutatja az elrejtett dolgokat a rejtek helyeken. Bizony ismeri elképzeléseiteket, és hogy mit gondoltok szívetekben. Jaj azoknak, akik vétkeznek és el akarják rejteni bűneiket. Mert Jahua szigorúan megvizsgálja majd minden tetteiket, és nyilvános látványosság lesz mindannyiótokból. És amikor bűneitek kiderülnek az emberek előtt, szégyenre adnak titeket, és azon a napon a saját bűneitek fognak vádolni benneteket. Mit fogtok tenni? Vagy hogyan rejthetnétek el bűneiteket Elohim és az ő angyalai elől? Íme Elohim a bíró, féljétek őt, hagyjatok fel bűneitekkel, és felejtsétek el a ti gonoszságaitokat, hogy sose kövessétek el azokat többé. Akkor Elohim vezet majd benneteket, és megment minden nyomorúságtól. Mert egy hatalmas sokaság lángoló dühe íme fellobban ellenetek, és néhányatokat elvisznek majd, hogy olyas valamivel etessenek, ami bálványoknak volt áldozva. És azok, akik beleegyeznek, hogy egyenek, gúnyolódásnak és megvetésnek lesznek kitéve, és lábakkal megtapostatnak. Mert sok helyen és a szomszédos városokban nagy lázadás, felkelés lesz azok ellen, akik félik Jahuát. Olyanok lesznek, mint az őrültek, senkit sem kímélnek, hanem kifosztják és elpusztítják azokat, akik továbbra is félik Jahuát. Mert lerombolják és fosztogatják az ő javaikat, és kiűzik őket otthonaikból. Akkor az én választottaimnak kipróbált értéke nyilvánvaló lesz, mint a tűzben edzett aranyé. Halljátok, én választottaim, így szól Jahua. Íme a megpróbáltatás napjai közel vannak, és én majd megszabadítlak benneteket. Ne féljetek vagy kételkedjetek, mert Elohim a ti vezetőtök. Ti, akik megtartjátok parancsolataimat és tanításomat, azt mondja Jahua Elohim, ne engedjétek, hogy bűneitek lerántsanak titeket, vagy a ti gonoszságaitok legyőzzenek benneteket.
Jaj azoknak, akiket folytogatnak az ő bűneik, és akiket elárasztanak az ő gonoszságaik. Ahogyan egy mezőt folytogat a bozót, és annak ösvényeit ellepik a tüskék, annyira, hogy senki sem járhat rajta. Lezárják azt, és tűznek adják, hogy megemészze. Mindenképpen kövessétek az Infobubble 2-es csatornát, ahol keddenként 20 óra 30-tól jelentkezünk 90 perc az új világrendről. Azt is javaslom, hogy aki gondolja, töltse le a videókat, ossza meg másokkal bármilyen formában, ugyanis nem lehet tudni, hogy mit hoz a jövő, az azonban biztos, hogy nagyon gyorsan változnak a dolgok. Remélem, hogy hasznosnak találtátok a videót, mindenkinek a legjobbakat, halleluja és shalom!